Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, nem tudom, hallottátok-e, a napokban történt, és hát lehet rémüldözni, hogy hová tart már ez a világ, ugyanis szexvideóval állt bosszút egy kamasz fiú, miután megcsalta őt a barátnője. A történet azért is gyönyörű, mert egyébként két darab 15 éves diákról van szó. És ezekben nincsenek illúzióim, én nem azt gondolom, hogy az ember 20 évesen kell, hogy elveszítse a szüzességét, de a történet nagyon pikáns. Pikáns azért, mert hogy ők együtt voltak 15 évesen, amikor azért még nem teljesen egyértelmű, ugye, hogy hát elindulnak a nebi kibontakozás útján, hát ők már nagyon kibontakoztak. Szexvideót is forgattak, és az eset azért is nagyon pikáns, mert hogy a fiú rájött, hogy a lány megcsalja. És azt gondolnád, hogy ez még mindig csak egy hétköznapi történet, ám a 15 éves diáklány nem mással, mint a saját tanárával csalta meg egyébként a 15 éves fiút, akivel vidáman leforgatták ezt a videót. Majd a fiú, amikor rájött arra, hogy a leányzó pajzánkodik mással, ugye? Ráadásul a pedagógus. Igen, ráadásul a pedagógussal. A hittantanárral. Tényleg? Na, ezt nem tudtam. A pedagógussal. Apukája lehetett volna, ugye? Hát azért azzal a pedagógussal igen. Is nagyon el kéne beszélgetni, igen, aki 15 éves lányjal, ráadásul hát tanítványával. Hát, tényleg nem is értem. Ez kiderült, és mivel belsőséges viszonyba került a saját tanárával, ezt a fiú megtudta, és ezért feltette az internetre ezt a videót. Dühében. Állítása szerint egyébként dühében töltötte fel a videót a Facebookra. Amit aztán az egész iskola végignézett, és hát az eset borzasztó, hogy szörnyűködjenek. Szörnyűködjenek. Ja, lájkolták. Lájkolták a videót, végignézték. Tehát itt az egyik legnagyobb probléma az ebben érted, hogy állítólag ez nem, én se láttam, hogy állítólag ez nem gyenge műsor volt, ami azon a videón volt. Tehát, hogy 15 évesekről beszélünk, érted? A rögzíted, ezt elteszed, fölteszed a gyerekek. Hát, hogy? Több szempontból is megdöbbentő egyébként. Piros gomb. A dolog. Hát most gondold el, szegény kislány. Szóval gondold el azt, hogy az egész iskola végignézi, hogy te mit csinálsz a barátoddal. Hát szörnyű. Hát ez lelki megrázkodtatás. Hát megszégyenülsz. Tehát ez egész egyszerűen szörnyű. Képzeld azt a tanárt, aki 15 éves diákkal együtt van. Hát már azért annyira nem tudom sajnálni. Ez egész elég komplex a sztori egyébként, mert egyik oldalról sajnálod, meg azt mondod, hogy úristen, meg hogy nem lennék a helyében, meg hogy megalázták. A másik oldalon meg, tehát ez, hogy összejön a tanárbácsival, tehát hogy ez is mutatja azért, hogy lehet, hogy mondjuk ő erkölcsileg nem volt azért nagyon a toppon. Igen, ilyenkor ugye kit büntetnek? Büntetik a tanárt nyilván, hát nem szerencsés, ugye? Tehát kifejezetten elítélendő, ha valaki ezt csinál, tehát 15 éves kislánnyal, aki még gyerek összejönni, és te tanárként ezt megteszed, hát neki nincs agya, valószínű, nem? Az. Hát a te lányodhoz nyúlnának hozzá, vagy ha lenne lányom, hát bemész és letéped a fejét, nem? Így van, 15 így van, a nem szerencsés kifejezés, azt gondolom, hogy ebben az esetben nem szerencsés, mert hogy ez... Igen, az alja. Na de ez ilyenkor, ha én közzé teszem, ha elkészítem, az tiltott pornográf felvétel? Az vagy? Nem, egészen az nem. Addig, amíg nem ez nem kerül. Közzé. Így van, így van, nem teszed közzé. Két 15 éves már szerintem... Ott azért már élnek igen, nem életet, abban nincs meg. Nem az a gond szerintem elsősorban, hanem az a gond, hogy például a kislány miért ment bele ebbe, hogy ezt fölvegyék. Vagy jónak tűnik a szerelmeddel együtt, vagy szeretitek egymást, csinálod, amit csinálsz. És akkor utána ezt visszanézitek? Arról van hír, hogy ez esetleg ez a felvétel a lány tudta nélkül készült, mert simán benne van szerintem a pakliban. Mert ha nem tudott róla a kislány, akkor az még gázabb. Nem, ő arról tudott. Tudottak. Tehát arról elvileg ő tudott, így van, hogy ez a dolog elkészül. Nyilván azt nem tudta, hogy ez a fiú fölteszi az internetre bosszúból. Azért, hogy bosszút álljon a lányom. Hát amikor ez elkészült, akkor még a fiú se tudta, hogy ebből ez lesz. Valószínűleg amikor készült, akkor ők hulla szerelmesek voltak egymásba. Őrült szex. Vegyük föl, oké. És a fiúban ugye akkor fordult meg ez a dolog, amikor valaki besúgta neki, mert valami közös cimborájuk jelentette, hogy a kislány kavar a tanár úrral. Na és szörnyű. Ekkor jött az irány a Facebook. Na szörnyű. Na, hagyjuk is ezt a dolgot, mert ez önmagában szörnyű, viszont talán voltak már néhányan abban a helyzetben, vagy voltatok abban a helyzetben, hogy egyrészt készítettetek ilyen videót, aztán ugye megtörtént a nagy szakítás, és utána valamelyik fél, általában ezt inkább pasik csinálják, elkezdte zsarolni a másik felet, hogy neki a birtokában van ilyen videó. Mi a videó sorsa? Mi történik, amikor szakítotok? Ki törli, ki őrzi? Ki az, akit már zsaroltak? Erről
erről beszélgetünk majd a következő néhány percben. Tehát amikor ti szétmentek, akkor te megkéred a pasidat, hogy légy szíves azokat a videókat lehetőleg törölt ki. Innentől kezdve az isteni szerencsén múlik, hogy ő valóban törli, nem tárolja el merev lemezen, nem küldi szét a haveroknak, nem nézi vissza később, vagy csak egy költözésnél mondjuk nem hagyja el. Ugye? Igen, hát, hogy azért innentek nagyon-nagyon sok. sok tényezős a dolog. És nem cseréli véletlenül össze. Igen. A tokokat. Ki csinált már ilyen videót, tessék? Beszélgessünk erről egy kicsit. Hogy készül egy ilyen videó? Ki vette már föl magát egyedül, közösen, csak a csajt? Az egyedülit is? Az igen, a baj. Van, aki ezt rögzíti? Selfie bottal vagy anélkül? Apró kis selfie bottal. Mi a baj? Tessék János, mi a baj? Hogy megy ez nálatok Lőrincen? Na, de általánosabb tudok mondani a lőrinciek szexuális szokásairól. Hosszabb körmondat. Nem, hát én azt gondolom, hogy mindenki csinál ilyet magáról. Miért csinálna mindenki ilyet? Körbenézek, akkor csak én. Most azért ez egy nagyon erős túlzás volt, mert szerintem meg nem csinál mindenki szolgálni. Szerintem van az embernek mindig olyan, amikor nagyon szerelmes, hogy a Feri fogalmazott picit korábban, és van az életében egy olyan időszak, amikor persze sülve főve együtt vannak, és lehetőleg egyfajta tevékenységet végeznek, és minden elmúlt, más mellékes, na akkor kezd el törölgetni ezeket a felvételeket. Akkor kezd el fölvenni, szerintem. Szerintem az emberek nagy része előszeretettel, akiknél aktív és egészséges szexuális élet van, azok előszeretettel készítenek ilyen felvételeket. Tehát az én szexuális életem nem egészséges, ha én nem csinálok felvételt? Így, ahogy mondtad. Igen, valami frusztrál, de nagyon. Igen, valami zavar, nem mered magad visszanézni. Tehát az a beteg, aki nem csinál. Aki nem csinál, az. Kövezzetek meg, azért én elég nyitott vagyok meg, azért elég sok. Nem, te egy technikai analfabéta vagy, és nem tudsz egy normális felvételt. De hol van az arc gomb? Így van. Valamit nem mertek vállalni. Mindig csak lassításba tudom fölvenni, még timelapse-ba, és ezért nagyon furán nézzünk. Igen. Hát és most... Igen. Ráadásul éppen az a 3 perc timelapse-ba. Felveszem timelapse-ba. Mi ez? Ennyi. Na, és te még a fuss elég. Én tényleg nem csináltam még. Valahogy ez nem... Ez engem nem érdekelt soha. Ti nehogy azt mondjátok, hogy ilyen nagy Pierre Rubenek vagytok, fölrakjátok a kis komódra, vagy éjjeli szekrényre, és akkor ott a porcelán, ugró porcelán tigris mellett ott videózott saját magad, mert mondjuk nálatok így tudom elképzelni, hogy fölrakod a falvédőre, a fára, ugye, amit tartja. Most már nem csinálom, mert most már egyszerűbb lenne, nekem még Jumati kazettán vannak, olyan régen készítettem ezeket a felvételeket. Fölraktad a kis mini DVD-t a izére, a falvédőre, a keretre, tudod, és akkor ott vetett fel. De mit csinálsz vele utána? Együtt, egy vasárnap, ködös este visszanézitek, vagy amikor szakítotok, akkor jó egy kicsit fantáziálgatni, jó volt a csaj, és akkor visszanézed egyedül. Szóval földobom én is a Facebookra. Most komolyan kérdezem. Nem, hát figyelj, de nem, az ember nyilván így mit tudom, visszanézed. Visszanézed? Jó vagy, ügyes vagy-e, tudod, amerikai pszichó, tudod, kis pózolok, hogy hívják, jól nézek ki. Csak veszed magad videóra, és közben csinálsz egy biceps póz. Persze, felrakod mondjuk hogy a kis szekrényre, vagy a komod mellé, vagy az álmányra, veszel egy normális álmányt, akkor be kell lőni eleve a szögeket. Tehát, hogy zoomolsz, nem zoomolsz, fölmész az ágyra, először csak szólóba, partner nélkül. Mutatod, hogy minden rendben van-e. Igen. Jó, ez nem jó, mert nem fog nagyon látszódni. Igen. Jó, ez már nem olyan rossz. Mennyire kell kinézni oldalt, a másik meg az, hogy olyan perspektívából ugye soha nem látod magadat kívülről, mint amilyen perspektívából mondjuk a felnőtt filmekben látod. Tehát, ha hiába mondod azt magadról, hogy na, nekem ez a kedvenc pozitúrám, úgy soha nem látod magad. De mi, akkor visszanézed a csajt, hogy jó volt, megmutatod a haveroknak, hogy na nézzétek. Ez inkább itt szerintem egy kicsit bénázni, de itt most jövök vissza. Na most nézd meg, most milyen jó vagyok. Nem, az ilyen videó elkészítése az nem szól másról, mint az önfényezésről. Ez a megmutatom másoknak, visszanézem magam, jó csajt szedtem fel, körbe mutogatom a haveroknak, totálisan megalázva ezzel a nőt, nem? Nem. Miről szól magatoknak? Magadnak. De mi visszanézitek? Nem mutatod meg a haverjaidnak. De azért kérdezik, mit csak visszanézitek egy vasárnapi ebédnél? Így van. Anya, kérek még sperlótot. Nem az ebédnél. Jól van, kislányom, mindjárt kapod a sperlótot, csak apáddal visszanézzük ezt a videót. Vettél tükörtojást, nézzük már a tévét. Nem így. Hát nyilván fel akarod vele pesdíteni a saját nemi életedet is. Igen? Persze. Tehát, hogy azért ezek eléggé stimuláló hatások tudnak lenni adott esetben. Hát, már egy bizonyos
Ide, és te hány pontot adtál magadnak? Vagy te mi volt, amikor ezt felvetted egy SVH-s videóval? Attól függ, hogy hány pontos a skála. 1-től 10-ig terjedő skálán. Ha 100 pontos meg vagyok, hogyha 5 pontos, bajba. 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy tetszett a saját teljesítmény? Figyelj, egy jó, egy erős 4-es, igen? Egy 5 pontoson. Csendes kisiparosként teszed a dolgot, dolgozol. Csendes! Hogy dobálom magam. Kis iparos? Dehogy is, le kell halkítani mindig. Érted? Dobálom magam, sikoltozok. Jó vagyok, Jani, jó vagyok! Istenem, még adj neki! Csináljam! De most akkor én vagyok konzervatív, vagy nem van a baj? Mert kicsit úgy érzem, hogy... Félsz valamitől, az a baj. Csak attól nagyon, hogy elhagyom a telefonomat. Az igen, az között, de ezért nem merek ilyeneket töröld csinálni. Töröld le utána, nézzétek gyorsan vissza, és töröld le. De azt nagyon bírom, amikor a Viki küld magáról egy képet, tudod, felvesz valami szexit, az tetszik. Tehát Viki nincs beszarva, csak te. Nem, visszanézem magam az izzadó homlok, kicsit kidugott hassal, iszonyatosan reszelek. Ebben valahogy számomra egyébként semmi vonzó nincs. Tehát magamat valahogy visszanéz, ez engem nem vonzott. Most nyilván nem tudom, a csaj olyan, nem magadat, a kettőt. Hát kétféle rögzítős van, ugye az egyik, aki a kalandor, és akkor egy éjszakát, az már... De az is egotrip, hogy most akkor fölveszel sok-sok éjszakát, sok csajjal. Tehát ez de aztán, amikor megszálltad életet párját, és azok a részek már elmúltak, a nagyon nagy... Azok mennek ledobozva a pincébe. Igen, azok pincében vannak. És néha előveszed, nem mondtad, hogy előveszed. Persze. Nincs itthon a feleségem, megnézem hárommal ezelőtti exemet. Az már nincs olyan lejátszónk. Hát írasdát, olyan régen volt. Digitalizált. Nem, az vidd be egy kopi generálba, vagy valahol az írasdát. Komoly veszélyek vannak egyébként ebben, mert tudod, tehát, hogy... Na, de nem örülök, hogyha össze-vissza vettél mindenfélét. Hát érted? Ott, hogy hány ilyen telefonszerviz van, ahol ezeken sikít. Ezzel a gyerek van. Milyen pici volt, még aranyos. Elmegyek, digitalizáltatok. Mi van a szakításnál, tessék? Szakítotok. A csaj ugye retteg, hogy a pasia birtokában vannak a felvételek. Mondjuk a csaj lép ki a kapcsolatból, azt mondja, hogy drágám, nem szeretlek, már találtam valaki mást. A pali elkezdi ezzel zsarolni. Hát hány ilyen eset van, amikor a saját szex videóddal zsarolnak téged? Akkor van egy ilyen közös kitörlés? Üljünk le, drágám, tiéd a Biblia, az a baj, tiéd nem fogsz a Larousse enciklopédia, és akkor töröljük ki közösen a videót? Igen, csak nem fogod tudni ezt megtenni, mert a válás pillanatában, vagy a szakítás pillanatában nincs ilyen hang, nem, hogy jó, na akkor a közös videóinkat töröld le. Nem törlöm. Hát miért törölni? Hát legyen, hogy kitakarod az arcát. Csak akkor, ha csinálunk egy búcsú videót. És most minden, amit eddig nem engedtél. Édesem, mindent kitörlök, egy búcsú videó. Azt már nem rögzítjük, viszont ott adj bele minden. Ez a csajoknak szörnyű stressz lehet, nem? Mert egy paliról egy ilyen kiderül, az inkább macsós. Ha csajról derül ki, ez megint egy hülye ilyen hímsoviniszta gondolkodás, de inkább a nő nem akarja magáról ezt viszont látni, amikor már nincs együtt valakivel, nem? Mert egy palinak az mindig menő, hogy na. Szeret, ugye talán egy pasi se örül neki annyira, hogy ez mi megjelenik fönt a neten. De más, amit a Balázs mond, az tök igaz, ez egy csomó ilyen témában előjött már. Ha a hapsi csinálja, az menő, cool, trendy, fantasztikus, ha a nő, akkor ő meg egy ribanc. Tehát ez ebben is ugyanígy működik szerintem. És akkor rázumolsz a fejedről, hogy milyen fejed vágsz? Nem, nincs igazad, Feri, és nagyon nem tetszik ez a gondolkodás. Nem így gondolkodom, csak ez van. Kibújt a szögazságba. Csak mindig ez van, mindig erre jutunk. Szerintem pont ugyanaz. Volt, hogy zoomoltál a fejedről, hogy milyen fejed vágsz a nagy pillanatban? Tehát, hogy mint olyan vagy, mint egy ausztrál maki, olyan vagy, mint egy tasmán ördög, olyan vagy, mint egy egerészőr, egy hangyás sűn. Tehát, hogy milyen a fejed, az azt kielemzett, hogy... Az a baj, hogy mindig túl sóher voltam ahhoz, hogy távirányítós készüléket vásároljak magamnak, és mindig oda kellett szaladnom. És így állítólag azért az kizökkenti az ember. Jaj, elmentem. Hogy komponáljam azt a képet? Jaj. Elakadtam gatyámba. Jaj! Úristen, de megnézzél egy ilyen videón, hogy kis Pierre Woodmanként izzad a homlokra egy vízes törölközővel a nyakadban, nagyon tolod. Nem egyszer, hát nem van. És én iszonyatos maki fejed. Annyira. Nem maki egyébként. Nem. Kicsit felfelé emelt fejjel, nézel a nap felé. Nem, berber makákó. A kicsi kis maki teste, de nem néz ki nagyon rosszul egyébként közben. De amúgy is tényleg valamilyen próbálnám szépen megköszönni neked ezt a mai pitét, úgyhogy holnapra hozzuk be. Jó, majd leválogatok ott egy best of-ot. Megköszönhetitek egy házi best of-ot. Aha, csak meg kell keresni a pincébe, papírdobozba, SVH-s kazettán. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy ti hogy jártatok hasonló felvételekkel, jó? Nyilván bízunk abban, hogy idősebb hallgatók írnak nekünk, tehát nem 14-15 éveseknek ajánljuk ezt a dolgot. Az mindenféleképpen elkeserítő. Nem vagyok naív, és nem gondolnám, hogy ne élnének szexuális életet, de hát felnőttek írjanak. Elsősorban nekünk.
hogy amikor vége lett a kapcsolatnak, kinél maradt a felvétel? Hogy tudtátok kitörölni? Van-e olyan hallgatónk, akit ezzel zsarolt a párja, hogyha nem jössz vissza hozzám, hogyha nem fekszel le velem még egyszer, hogyha nem békülünk ki, közé teszem a videót? Szerintem nagyon sok ilyen van, főleg az agyon digitalizált világban. Sztárja leszel. Így van, fölteszem az internetre. Hány nő van, akit ezzel zsarolnak? Nagyon sok, egészen biztos vagyok benne. Hát ha van pasi, akit ezzel zsarolnak, és a volt felesége, a barátnője zsarolja, hogy ha nem jössz vissza, vagy nem tudom, nem adsz pénzt, vagy bármi, akkor közé teszem a kis házi videónkat. Jó, írjatok nekünk ilyen történeteket, hogy kivel mi történt, mi lett a házi videós. Van-e olyan hírszerkesztő, akit kirúgott egykori kalogerők? Zsarolnak például azzal, hogy... Nagyon nyeltél, Ákos, nagyon nyeltél. Igen, Ákos, közé teszem azt a videót, amit egyedül játszol magaddal. Egy női fehér neműben magas sarkuban. Éppen, hogy bejön valaki, ezt éppen íroztam, hogy ott kitározol. Ez itt a Morning Show a Glass FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Vavrinka is búcsúzott az Ausztrál Open-től. Így van. De jó, hogy a Raonicot tettem. Nagyon ügyes vagy. Figyeljétek meg, hogy a Raonic lesz az egyik első olyan fiatal versenyző, aki Grand Slam-et fog nyerni. Jaj, figyeljetek, lapa, én ezt mondom, vagyok. Szerintem igen. Nem értek a teniszhez, de valahogy én azt érzem, hogy ez a srác oda fog érni. Jaj, de. Higgyétek el. Nem vagyok tudásíri. Nem vagyok mondati. Oda fog érni. Fiatal generáció, igazad van, János? Nem tudom, kitől hallottad ezt a mondatot, de valóban így van. De mondd csak végig. Mondjad, igen, hogy? Semmi, valóban így van. Hamarosan Raonic majd, ha egyszer gyokoros napot fog ki, ő lesz az első a fiatal generációból, aki Grand Slam-et jel. Nagyon tehetséges gyerek, egy kanadai fiú. Megnyerte Wawrinkát? Megnyerte az, ami ennek megnyerte magának Wawrinkát. Mindenki otthonra egy Wawrinka. Nekem annyira nem jön be. Vele nem készített egy közös videó. Egy iskolai történetről beszélgettünk, ami gyerekek között történt, és ez szörnyű egyébként. Kamasz fiú megcsalta a barátnőjét, videót készített róla, a gyerek a tanárával jött össze. Hát az egész történet egyébként megdöbbentő. És hát reméljük, a tanárral is elszámolnak, és megkapja méltó büntetését. Aki összejön egy 15 éves kislányjal, aki a diákja, hát az felfoghatatlan. Nincs is nagyon rá magyarázat. És ugye a fiú videót csinált az együttlétről. Tudom, hogy hozzá kell szokni, hogy már a 15 éves nem gyerek, de akkor ez így kimondva egyébként szörnyű, és tudom, hogy már korán érnek, és tudom, hogy már szexelnek, de egyszerűen valahogy az ember ezt nem tudja szülőként felfogni, hogy 15 éves, érted? És már szexvideót csinál a pasiával. Felkerült az internetre, aztán mi hagytuk ezt a vonalat, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy normális felnőtt embereknél ez a dolog hogy van, kit zsaroltak már ilyen felvétellel, mi van, ha szakítotok, és vannak olyan hallgatóink, akiknek a párja megpróbált hasonló videókkal visszaélni. Hát nagyon érdekes és nagyon tanulságos SMS-eket kapunk egyébként, hogy mi lesz ezen videók sorsa, amikor a nagy szerelem után egy kapcsolat véget ér, és valamelyik pár tulajdonában ilyen típusú videók vannak. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello! Gyöngyi vagyok. Ciao, jó reggelt kívánunk neked! Szia, Gyöngyi! Na, veled mi történt? Hát régebben az Excel-mel csináltunk egy videót. Igen. És úgy gondoltam, hogy kiírom CD-re, és hát nem mertem leírni konkrétan, hogy mi van a videón, azt írtam rá, hogy szülinapi parti, de kettő felkiáltó jellel. Szülinapi parti, kettő felkiáltó, hát ha eszedbe jut majd a két felkiáltó jel, hogy vigyázni kell. Igen, később ilyen családi összejövetel volt, és hát úgy döntöttek a haverok, meg voltak ott rokonok is, hogy hát nézzünk ilyen régi DVD-ket. Ne! Hogy CD-k. De ott van az a szülinapi parti feliratú videó, tegyük csak, hogy biztos jól sikerült. Igen. Közben én a konyhában voltam kint, kicsit vettem a dolgaimat, hogy majd viszek be egy kis sósat, egy kis üdítőt, egy kis ezt-azt, és akkor bementem a szobába, és addigra már elkezdődött a videó. És mindenki meglepődött szemmel nézte a videót, a férfi, azoknak tetszett, sőt, mondták is, hogy hát nézzük tovább, hát nekem nem igazán, amikor megláttam, hogy mi van a videón. De a pasi ekkor már nem volt ott, ő egy ex volt? Tehát ő már ekkor nem volt ott? Csak barátok? Ő már nem, új pasim volt, tehát új kapcsolatom volt, ő volt ott, és mit hát csináltál ilyenkor? Ledobtad a sós krékert, és egy tigrisugrással bevetetted magad a tévé elé? Vagy felkiáltottad, hogy még ropít valakinek? Hát gyorsan letettem az asztalra a sósat, és utána odaálltam a tévé elé, és mondtam nekik, hogy hát, hogy ez nem az, aminek látszik. Ezt dadogtam össze-vissza, és próbáltam valahogy cserélni. És hát mindenki azt mondta, hogy állj akkor onnan a tévé.
tévé elől, mert hát ők szeretnék ezt megnézni. És a Dédi, vagy ha volt nagymama, nem ragadta ki a kezéből a távirányítót. Hogy nézzem még aranyom, olyan rég láttam már ilyet. Nem volt ilyen? De az idősebbek azok azt mondták, hogy ilyet is lehet, hogy felvenni CD-re, hogy ezt hogy csináltam. Tehát szinte kérdezték a 70 pluszosok izgatottan. És a videót miért csináltátok? Tehát az csak úgy viccből, vagy fokozni a dolgokat, vagy majd később visszanézés szándékából miért készítettétek? Szerettük volna később visszanézni. Kíváncsi voltam, hogy végül is így milyen vagyok, tehát így felvéve meg, hogy milyen ez az egész. És elégedett voltál? Hát, igen. Na, jó van, nagy volt a műsor. De majd mi ezt eldöntjük, hozd be, légy szíves, Üllői 102. Így van, egy teljesen objektív zsűri kielemzi a felvételeket, és meghozza a döntést. De nem volt szó arról, hogy zsarol a pasid ezzel, vagy te, vagy visszaélsz ezzel, tehát senkinél ez nem jött szóba, nem? Nem jött szóba, sőt, utána mondták a férfiak, hogy nem esetleg lehetne másoltatni, és mondtam, hogy nem. Az milyen beteg, úristen. Aranyom, nagyon tetszett a szülinapi DVD. Másolnám belőle egyet. Itt van a laptopom. Az kemény. Az új pasiddal is csináltál ilyen videót? Nem. Nem, mert félek, hogy még egyszer így járok. Egy következő szülinapi napon figyelj. Legalább össze tudják vetni, hogy fejlődtél, vagy nem. Nagyon megmondja. Igen. Ez jobb volt, mint a tavalyi kicsim. Hányom, pár év múlva egy best of. Igen. Gyögyi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, buszi. Hello, lehet. Na nézzük, mit jön a hallgatóink. Barátom vett egy notebookot a neten egy hapsitól, és a notebookot a srác barátnője adta át. A gépről semmi nem volt törölve. Különböző lánynevekkel voltak rajta mappák. Köztük az a lány, annak a lánynak a nevével is, aki átadta a gépet. Ezt Tamás küldte nekünk. Nekem az egyik ismerősömmel esett meg, hogy a barátjával leforgattak egy ilyen videót, majd a lány kapta az üzenetet, hogy mintha látták volna egy pornó oldalon. Utána néztek, és a fiú mindent feltett az egyik ilyen oldalon, ahol több mint 90 ilyen videó van. Róluk is több volt, kettőjükről. A lány 17 éves volt, a fiú pedig 18. Azóta a rendőrséggel leszedették a videókat. Azért ez durva, írja egy hallgató. Hát ez a szemét dolog, amikor a pasi ilyet csinál, ugye, és feltölti egy oldalra, igen. Az én barátnőm nem akart engedni, hogy csináljak ilyen videót, pedig mondtam neki, hogy kitöröljük utána. Egyszer rávettem, majd a szeme láttára kitöröltem, de aztán hazamentem, és egy bizonyos programmal mindent visszabírtam állítani a memóriakártyán. Azóta is megvan CD-n a szekrényben. Már nem vagyunk együtt, de nem amiatt, mert mindez kiderült. Az előző kapcsolatomból 5 videó is van, 4 évig voltunk együtt a lányon, nagyon csúnyán lett vége, a felvételekről tudott, a szakítás után viszont nem töröltem őket, bár ezt nem is kérte, de nem fordult meg a fejemben, hogy ezekkel zsaroljam, és az se, hogy ezt feltöltsem bizonyos oldalakra, nem hiányzik a balhé, de azért a haverokra gondoltam. Csúnya dolog. Egy igazi banán. Egy igazi úriember. Hát ez nem szép dolog. Exem megfenyegetett, hogy megmutatja mindenkinek a home videót, ha nem adom oda a hűtőt. Mi? Jézusom, te piti! Úristen! Nem adtam, megmutatta a barátnőinek. Nem á! Akiből 3 a videó után megkeresett. Jó, azért ez kicsit ilyen. Láttuk a videódat. Aha. Velünk is rosszalkodnál picit, igen. 2-vel azóta meg is történt. Mondjuk ez mennyire szockós, nem? A hűtőjé. Hát fia, az kellett az új lakásba. Hát a sör valamivel csak kell. Ha nem adod oda a mikrót, a fritút és a centrifugát. A centrifugát meg a botmixert, megy a netre az egész. Jézusom. A férfiakat ösztönzi, ha szerepelhet, jobban próbálnak megfelelni a videón. Nekem gyűjteményem van, de soha nem éltem vissza velük. Ezt Joci küldte nekünk. Volt barátom is készített videót rólunk, de mindig ügyeltem arra, hogy az arcom ne látszódjon, hogy a későbbiekben ne legyen gond ebből. Ő miután szakítottunk, nem élt vissza a helyzettel, nem mutogatta senkinek, megtartotta a saját szórakoztatására. Dorka küldte nekünk. Forogni, azért az igen. Miért így csinálod, drága? Hol a kamera? Jó, nagy Tesco szatyorral a fejeden. Azért arra nagyon kell figyelni. Fordíts arra. Igen. Mi sosem néztünk vissza ilyen videókat, pedig sokat csináltunk az exemmel. A családi videók CD-tokjába rejtettem, és átvittem anyámékhoz nosztalgiázni. Szép történet, hasonlíthat az előző. Igen.
Volt barátnőmmel csináltunk videót, a kapcsolatunknak vége, de a videó még megvan, eszembe se jutott közszemlére tenni. Tehát azért vannak normálisabban gondolkodó hallgatók, hál' Isten, akik ezzel nem élnek vissza. Lányos apuka vagyok, üzenem a lányom leendő pasiának, hogyha ilyet csinál, tanuljon meg az orrával telefonálni, mert nagyon sokáig nem fogja tudni használni a kezét. Az, hogy nem fog tudni feneket törölni, vagy hogy miért nem fog tudni, azt majd ő kitalálja, hogy oldja meg. Attila küldte nekünk. Veled vagyok, Ati. És gondold el tényleg ennek a lánynak a szüleit, akinek felkerült a videója a Facebook oldalra, és az egész iskola megnézte. Elképesztő. Nem tudom, szegény hogy... kislány. Igen, csak... Az, hogy bele se gondol, tudod, hogy ez lehet a következménye. De 15 évesen nincs annyi esze. Nincs. Terelmes nincs. Vagy, jó hecnek tartod. Igen. Bele se gondolsz abba, hogy ezt egy 3 nappal később az egész iskola megnézi. Ha megfordul a dolog. Igen. Igen. Janinak nem újdonság, de nézzétek meg, hogy mennyi ex-girlfriendes videó van a neten. Ezt Krisz küldte nekünk. A Google-ba üssem. Ex. Zene alatt elmutatom. Egyik ismerősöm a lány tudta nélkül felvette, ahogy a lányjal együtt vannak, azóta ezzel zsarolja. Sajnos a lány nem tud mit csinálni. Értem, hogy ne tudna mit csinálni. Hát el tudsz menni a rendőrségre, tudsz szólni, hogy ezzel zsarolnak, igen, a rendőrség elkapja igen. A pasit, elkérik tőle a videót, de hogy nem tudsz mit csinálni? A zsarolásnak nem kell engedni, ha téged ezzel zsarolnak. Azért nem kell belemenni újra, mert téged ezzel zsarolnak, hát fel kell jelenteni. Szerintem szégyelli. Hát jó, de hát a sokkal rosszabb, ha újra és újra megteszed azért, mert valakinek a birtokában van egy videó. A zsarolás miatt tudsz csak jelenteni, nem az, hogy mivel zsarolnak, tudod? Igen, hát, de abszolút kikerülhető, hogy téged felelősségre vonjanak érte. Egyszerű az oka, vagy egyszerű nagyon a dolog, mert hogy azt mondod, hogy ellopták a telefonodat, vagy elveszítetted a telefon. De miért vonnának felelősségre? Hát nem vonnak fel, de bemész, hogy a palit téged zsarol. Nem, a palit. A palit nem tudják felelősségre vonni, mert pontosan elég neki annyit mondani, hogy elveszítette a telefonját, és az, aki megtalálta a telefont, felrakta az internetre. Lehet, igen. Bali, a csajok az esküvői videót nézik vissza, és pityeregnek közben, mi pasik ezeket a hetyegőseket, és nem is írdogálunk közben. Hát lehet, hogy akkor ezért készülnek ezek. Igen. A csajok szeretik visszanézni az esküvői videót. Hát kinek mi a szép emlék? Ki mire gondol szívesen? Igen. Nekünk a feleségemmel egy terrányi fotónk és honvideünk van, amelyikünk előbb hal meg, annak az urnájába kerül a szintén elhamvasztott mobil Winchester. Ez elég beteg? Kérdezi egy hallgató. Egy terrányi terra. Amíg minden szép, addig ez jó, ugye? Csak itt nem akarom előrevetíteni a dolgot, de ti összevesztek, és akinél marad a terrány anyag. Annak azért van kártya a kezében. Ugye? Alex írta nekünk, hogy én is csináltam egy ilyen videót a párommal, és elkészült a videó, a Kacsamesék című videók azira vettük fel, a 7 éves öccse egy hét múlva az egészet végignézte. Kacsamesék! És így bejön. És a gyerek másfél órája dermedten ül az a szobában, tudod. Nem mer megmozdulni. Nem merem emlékezni. Csavikám, miért vagy olyan csöndben a szobában? Minden oké? Tudod, és kikerekedett szemmel a gyerek. DuckTales. És aztán hirtelen bejön. Azért az szép, igen. Na, hát óvatosan ezekkel a videókkal. Ésszel tényleg. Nem tud valaki SVH-s magnóról digitalizálni DVD. Nem is tudtam, hogy te ilyen kis Pierre Woodman-ben nyomod egyébként. Fia, hát most kameraérzékeny. Te is mondogatod, amit Pierre Woodman, hogy kicsi kuki, nem fáj. Mi? Te is ezt mondogatsz. A Pierre Woodman állatban ezt. Hasonló, mert a fizimiskátok hasonló egyébként. Ja, igen. Azért kérdezem, te is mondogatod neki, ez a szavajárása. Istenem, már nem is emlékszem rá. Film karcos. Fekete-fehér, régi felvételek. Igen, neked még daguerotípiáid van. Közvetlen Kossuth beszéde mellett néhány fekete-fehér fotó. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nincs egy jó bőrgyógyászatok? Mert? Kéne. Na mesélj, mi történt? Mit csinál? Tudok mindenben segíteni. Igen? Mi történt? De nem ott lent. A hátamon nőtt egy vathús. Egy ilyen púp. Nem mondd már. Milyen púp? 45 évesen egy púp. Egy Jézus ilyen kis púp. Egy itt hátul? A középen. Középen az van. Mondjuk. Először ilyen pattanásszerűnek indul. Azt tudom mi.
És most egy hegy. Azt megvágják, felvágnak téged majd, egy ilyen kis nicszerszerű kis cuccal, és azt kifolyatják. Az egy, annak van valami neve. És azt mondják, hogy ez ennél komolyabb, hogy én most ezt itt megcsináljam, be kell feküdni. Igen. Göb vagy bög, vagy nem tudom, milyen neve, ami így megnő, és akkor az göb. Nem, az a neve. Ilyen zsírmirigy, ami begyullad, ezt megvágják, és akkor azt így kifolyatják. Nekem volt barátom, akinek csinálták, így a vállán volt egy ilyen nagy púp, és felvágták neki. De az nem feltétlen bőrgyógyászat. Így van. Hát, ha nem feltétlenül fájdalom. Húzzá már! Jani, ne már! Na. Az baleseti szélsebészet. Baleseti, nyilván. És ráesett a hátamra egy zsírbög, vagy mi? Baleseti, de menje. Hát, hova kell azzal menni? Na itt van, tessék. Mutasd meg, megmondom miért. Én láttam már egy csomó mindent. Hát, de most azzal nem vagyunk beljebb, hogy látod. Tehát, hogy már nem érdemes bárhova is menned. Most minek? Annyi kalap kabán. Annyi vége van, elvisznek. A feszül rajtad, ez a mellény elől nem tudod összehúzni. Az a gömb miatt. Fény, mekkora? Hát most már egy ilyen ekkora. Elbír már egy téli kabátot, ha ráakasztod? Minden nap azzal úgy szoktuk, persze. Hazajön a család, és fölaggatják a hátamra. A izéket, sőt, a bál füstölt kolbászok is ott vannak. Fáj is? Fáj, most fáj. Képzeld, mert tegnap a béka meggyömözkölte, nagyon okosan kitaláltuk, hogy megnézi, hogy az mi jó, az. Mert úgy hamarabb begyullad. Igen, és akkor most egy a kétszeresére duzzadt, mint az állat, és egy ilyen hatalmas nagy púp és fájdalmas. Hát hova mész, ha nem bőrgyógyihoz? Az megmondja, van ugye a majó bőrgyógyim. Vág is? Tessék? Vág is. Oda szólok neki, hogy vágjon. Nem feltétlen akar, föl tudom hívni, hogy figyelj, nyugodtan vágj meg. Mondjuk inkább a minőségi vonal, mint a mennyiségi, tehát hogy lehet, hogy ez már túl nagy lesz neki. Ja, tehát hogy a kicsiket kedveli. Igen, ehhez ez a pici kis nicszer kevés lesz. De ez a tipikus esete az öngyógyításnak, illetve... És napról napra egyre nagyobb? Hát most így nem nőtt tegnap óta, tegnap megnőtt, de... Csak nyomásra fáj, vagy egyébként is fáj? Hát nyomjuk meg. Dőlök, akkor ha nyomod, igen, meg ha így megfeszítem a hátam, akkor már fáj. Akkor befeszül. Így vagyok. Hát, de anyajegy nincs a környéken, tehát nem anyajegyből. Nem anyajegyből. Nem, nincs anyajegyem. Nincs. Nem lehet az, hogy elmegyek inkább a körzetire. Nem. Most lemegyünk a fűtőköz, és kiégetjük. Egy pillongali. Nem, hogy előbb elmegyek a körzeti orvoshoz, és igen. Ő majd beutal? Vagy ez jó, hogy megkérdezlek benneteket, ti látatlanban megmondjátok, és elmegyek a te bőrgyógyászodhoz. Nem, ezt nem hagyd ki a körzetit. Uh-huh. Igen? Hát, most a körzeti dokik. Hát most miért ő? Mert ránéz, és azt mondja, hogy ide kell vele menni, sebészetre. Hát nem tudom, én azért leültem még köpölyözni, egy kis körömvirágkrémet, vietnámi balzsamot, én azért mindent végigpróbálgatok. Ezeket a nagy közhelyeket. A Fenisztil évét jár neked az a kezelés, de tényleg így van, dobáljunk rá egy pár Fenisztil. Fenisztil, körömvirág, amit szoktak rá, jó köpölyözés. Pipamocsok. A pókháló, abban hiszek is, úgyhogy... Ezeket szépen menj végig, és akkor nem akar elmúlni. Valószínű, hogy valami szőrtűsző, vagy valami ciszta, vagy valamilyen zsírmirigy begyullad, és akkor az így megnő. Mondom a haveromnak, vágták. És kifolyatták. Igen, azt mondta, hogy nem annyira jó. Tudod, igen, csak imádkozol, hogy ne jöjjön vissza újra. Igen, de visszajön általában, mert nem tudták jól kifolyatni. Hát... Ugye? Hát vagy a többet iker szarkómát, ugye? Igen, az ikertes, az ikertes most akar kitörni a hátamból. Te gyere paradicsomot. Minek? Mert a népi gyógyászatban használják a paradicsomról, hogyha félbevágsz egy paradicsomot és azt ráteszel, a paradicsomnak van egy ilyen fura, kicsi megmagyarázhatatlan vákumhatása. Ha nincs paradicsom, jó a brokkoli is. Igen. Ha nincs, tegyél egy fél kiló lencsét. Így van. Azért, hogy lencse ne csúszol rá erétről. Ha nincs, jó a fejtet. Van a hűtőben egy bontatlan aranyfácán. Rogra. Öncsére fél liter zlati bazsantot. Az jó lesz. Nem, tényleg a paradicsomnál szokták, hogy a paradicsom csinálsz dunckötést, ami azt jelenti, hogy megfogod a paradicsomot, félbevágod, és magát a paradicsomot rákötöd. A hátamra. Fogják két kukoricát, rak be a füled mögé. És menjek le, te ért a boldva. És két darab káposztát tegyél a hónod alá. Mindenképpen. Így fél lábon fél napot. Ennyi fél citrus a szádba. Tömje zellert az orrodba. Jó. És egy kanál fahé. Igen, és egyél meg egy kanál fahéját. Nem, tényleg így van, mondom neked, ez a paradicsom, most ez jó, ha a paradicsom nem szívja ki, akkor menjél ki. Akkor menjél ki. A stúdióból, mert egyre rosszabb szagod lesz. Gumipókhoz magadra tényleg két paradicsomot, és akkor ez hátha. Gumipókhoz?
Tényleg. Az jó megoldás. Az jó megoldás. De egyébként a népi gyógyászatban sok minden van. Van a paradicsom, az segít. A paradicsom. Jó. Vannak jó ötletek benne. Nekem az egyik legszimpatikusabb az, hogy rögtön kiviszik a falu végére, és nem engedik be több. Nincs ami bőlér haverod, aki megszúrja? Hát, az nem olyan. Az nem ugyanaz. Nagy társaság valahol a másodikon nem lakik valami bőlér? Ott nem, nálunk nincs bőlér. Nincs bőlér. Kisztok egyet az egészségedre, aztán jó megszúrja. A... Ne viss így felül! És már kinyisre. És a mondást, amire a pálinka nem jó, az már halálos. Akkor kenjen pálinkával? Szerintem igen. A paradicsom után vagy előtt? Hát... Szerintem szívassam után, ki paradicsommal. Azt írja valaki, hogy adheroma. Adheroma? És? Adok én a... De hogy... Az egy fagyúmirigy, elzáródott fagyúmirigy. Most bejjebb vagyunk. Fú, 25 ezer forintotba fog fájni, azt látom. Nem, á. Az eltávolítják már neked. Már a diagnózis. És ugyanaz már, hogy a hallgató megvan. Ugyanitt aranyére lézeres műtétet is megcsinálják. Az nem az enyém. Sérvműtét, visszérműtét. Tehát ha jó helyre mész, ott egyből bent tartanak és megcsinálják. Figyelj, Ferenc, tudjuk, csúnya. Hogy nem volt panasz, de látjuk most már ezt is megcsinálják. Vegyük egy kalap alá az egészet, a kaprá 20%. Ha már itt van Ferenc, akkor oldjuk meg ezt is. Fogadja el. Jézusom, mi ez itt, egy frunkulus? Más ilyen fagyúrmi vagy kása daganat, egy jó... De miért? Figyelj, daganat, szerintem miért találják daganat, ezeket a neveket? Jó indulatú, közvetlenül a bőr alatt elhelyetkező tömött tokkal rendelkező elváltozás. Tömött tokkal? Tömött tokkal, kása daganat, zsír daganat. Tömött tokkal. Ha valaki vérze ő ezt a laterómát beírne, a képekre ne kattintson rá, jó? Nem. Ú, de rosszul néz ki. Valakinek a homlokán jött ki a füle mellett a halántékánál. Örülj neki, hogy átadom, mert nem három évvel ezelőtti kép Ferit. Amit már kiszedtek. Nem jön elő. Nem mondtad, hogy ez vándorol. Kásadaganat. Ez a kásadaganat. Ez elég rosszul néz ki, Feri. Ha ez így néz ki, akkor ez néha bakteriális fertőzés miatt begyulladhat. Fájdalmas piros csomót észlelünk, ami elfolyósodott fagyú. Van ilyen? Hogy mi van benne, azt nem tudom, hiszen zárva van. Ja. Így van. Nagyon fontos, ne nyomkodjál. Azonnali halál. Ha a fenti fotókon nem is feri meg fel az ön által eltávolítatni kívánt elváltozást, kattintson ide további segítségért. De lehet, még vannak még egyéb lehetőségek. Na, annyi, hogy műtét helyi érzéstelenítésben vagy érzéstelenítéssel kombinált altatásban végezzük. A gyulladásos váladék genny lebocsátása, megtörténik a gyulladás megszüntetése és előidézhető. Ha viszonyok megengedik, természetesen megpróbáljuk tokostól eltávolítani. Aha. De ez nem mindig sikerül. A sebet gumicsik felett részlegesen zárjuk. Hát itt már konkrétan meg lehet csinálni műtét. Hát itt ennyi. Van egy leírás. Hát hozzatok egy kést, én megműtelek. Aha, de szeretném. Most vágtam vele egy sajtos croissant, de én megcsinálom. Legalább takarítsd meg. Bőrmetszést hajtunk végre, és tokostól eltávolítjuk az elváltozást. Ennyi? Hát így van. Óriási. 2-3 naponta be kell járni a klinikára kötözésre. A műtét után a gyulladás mielőbbi gyógyulásra szájon átszedett antibiotikumot adunk. Milyen jó, hogy nem végbélen keresztül adott antibiotikum. Már jó jár. 4-6 napon múlva eltávolítják a gumicsikot, gyakori átöblítés sieteti a gyógyulást. Az átöblítést, hogy a sebnek ne legyen baja, ánuszon keresztül végezzük. Ezt gondoltam, hogy ez nagy nyomásipari mosóval. Így van, egyben ugyanitt kolonhidroterápiát is megoldunk. Hát ez szuper. Vendégeinknek természetesen. Ha a nagy nyomásról bejutott folyadék, a száján át keresztül távozik a szervezet. Alul tesszük be, fölüljön ki majd a melegvíz és minden, amit hoz magával a melegvíz. Lehetséges szövődmények, nézzük meg ezt is, Ferenc, szerintem. A biztonság kedvéért. A leggondosabb orvosi beavatkozás után is kialakulhatnak szövődmények, jó, ha tudod. Tök jó. Kialakuló korai szövődmények, utóvérzés, gyulladás, egyébként jól kezelhető. Te ki az Istennel vagy, de tényleg? Én csak felkészítenek csak arra, hogy klinikánkon minőségbiztosítás is van. Csak mondom, ezen a klinikán, ahol vagyok. Aha. Nem mondom, hogy ez melyik klinika, természetesen. Minőségbiztosítás? Tehát ha nem sikerül, akkor visszaadják a pénzt? Vagy ha későbbi szövődmények vannak, akkor befektetnek, és akkor eltávolítják az egészet. Aha. Hát nem hangzik extrém túl jól. Következmények, mert szerintem mindenképpen érdemes felkészíteni a Ferit arra, hogy mi van, hogyha nagyon nagy a baj. Mert onnantól kezdve akkor mindennek örül, ami csak kis baj. Onnantól kezdve, hogy leoperálják az egész hátát. Én hallottam, hogy például egy mi van? Ja, tényleg, igen. Mit hallottál? Hogy elcsökevényesedett nagy lábú nőtt valakinek a hátát. Egyébként, hát, de csak a nagy lábú. Igen, egy, de utána fokozódott. Körömmel vagy anélkül? Tehát nem, a köröm nem oda nőtt. Én elmennék dokihoz.
Nem várnék ezzel. Na jó, de hol, melyikhez? Tessék? Nem várnál 10-ig, most menjek? Nehogy aztán ez itt kifakadjon. Hát mi lesz, itt fogunk talpig úszni a genyben? Hát nagyon valószínű. Igen. Igen. Menjen valami magándokihoz. Na jó, de akkor most kihez mész? Sebészhez? Bőrgyógyászhoz? Bőrgyógyászhoz, elsősorban bőrgyógyászhoz. Ott kezdjünk? Szerintem kezdj ott. Jó. Csak onnan mész meg végig. De bőrgyógyászat, urológia. Én azt mondom, hogy lehet, hogy dramatizáljuk ezt a dolgot, de tényleg az ember hajlamos mindig arra, hogy a legrosszabbra gondoljon. Szerintem tegyünk föl róla egy képet a Facebookra, hogy a hallgatók tudják. Figyelj, az Insta mindig alternatív tartalmat nyújt. Igen. Instára gyere. Na, szerintetek ez mi lehet? Figyelj, gyakori, vagy rakjuk fel egyébként a gyakori kérdések pontra. Mi? Reggel találtam a testet. Szerintetek mi a rosszabb? Mi a rosszabb? Mi a rosszabb ez? Nem túl biztató, de ez van most a hátamon. Szerintetek mi ez? Na jó, majd holnap beszámolsz, hogy mi volt. Tessék? Lupus. Nem, ez egy Harry Potter regény. Az már hiszem, hogy egy farkas van a hátam. Háromszor vették ki. Azt nem, az Döbrögi volt. Az egy teljesen más kultúrkör. Teljesen más történet. És az egy elírás nem vették ki. Minden esetre. Na, jó, meg lesz az, nem lesz gond. De a paradicsomat mindenképpen, jó? Jó, azt még kipróbálom. Annyi van csak, hogy ne fürtös paradicsom. Igen. Feri, azt írek, ne hallgass ezekre a hülyékre, csak simán ne dőj hátra, és csinálj 5 buffencet úgy, hogy a hátad nem ér a földhöz. 8-10 év is elmúlik, ha követed az utasítását. De napi 5-öt? Előre buffenc, hátra buffenc. 10 perc fejenállás, 25 perc kézenállás. Jó. Menj frabátózó, leszedi. Az egyébként tényleg lehet, hogy tettek rád egy átkot, és így jön ki az átok. Menj, hátra mondod. Simán lehet. Szerintem 8 plusz áfáért lekapja neked. Alkutsz egy kicsit, 6 plusz áfába megáll a dolog. Ha nem ragaszkodsz az áfához, szerintem még olcsóbb. Én hallottam, hogy el lehet engedni, azt is szerintem 4-ből megvagy. 4-ből leszedi neked. Viszel egy pakli francia kártyát, meg némi kávézatcot, leszedi. Leszedi neked simán. Igen, ahogy öregszünk egyébként, egyre több ilyen van. Igen. Na, hál' Istennek csak Feri. Tényleg. Nem, egyébként rajtam is. Beatrix azt írja, hogy neki is szokott lenni ilyen a szemérem dombja. Egyeztessünk, Beatrix. Egyeztessünk. Így van. Egyetek fotót egymásnak szerint. És hogyha béka is benne van, akkor kinyomkodja neked. Küldjetek, cseréljetek fotót. Nézd, neked is ilyen van. Neked hol van? A dombomon. Neked hol van? A hátamon. Nézd meg. És akkor a tapasztalatok alapján eldöntöd, hogy ez most mi lehet egészen pontosan. Igen. Feri, így jár az, aki átvált a jófajta hurkáról mindenféle hülye ételek. Egyébként nem lehet, hogy kijött az apkex hátul, nem? Tényleg. Valaki azt írja, hogy a régi étkezés jön most. Igen, menekül a testedből a csülök. A zsír és egy malac nő a hátszomra. Szerintem bement a mandarin, és ezt nem érti, és aki egy hete azon dolgozik, hogy valahol kijöjjön, ő nem volt meg ilyen testben. Fél kiló mandarin megettél, egy nagyobb szippantással a mandarin azóta nem érti, hogy hova kerül. Ez a zsír, mindenütt a zsír. Én nem győzhetek, mondta a mandarin, és megpróbált Feri hátán távozni. Én hallom a mandarin segélykiáltását a hátadon, komolyan, ő akar, vagy a zapkex, vagy nem tudom, mit eszel most, tönkölyszelet, vagy éppen mivel kínzod maga, nem láttam még a ma reggeli. Hát, tojás rántottam. Hát makkadőzsölés van. Bizonyára. De azt tudod, hogy vannak olyan természeti népek, ahol ezek a mutációk, ezek fontos dolgok, és így mindig respektálják és tisztelik, mert hogy a sámánok szoktak ilyenekkel születni. De simán lehet egyébként, hogy te hátadon is kijön valami jövendő. A totálikul a kuátó. Azt mondják, Feri, nem baj, 10 után jöhetsz harangozni a Notre-Dame-ba, ezt szalaküldte nekünk. Feri, genetikai rokonságban áll a tevével, neki most kezd nőni a púpja. Berci üzente nekünk. Feri, ilyen háttal nem mész át a műszaki vizsgát. Igen. Lézerrel körülbelül 15 000 ér leszeri. Megnyitom a bogár hátul. Igen. Bortároló púp, azt mondják. Igen, minden reggel önöket hallgatjuk, nem kizárt a kedvezmény, írja. Köszönjük. Na, a malac befőtt jó rá, azt kell rátenni egyébként. Valaki azt írja, hogy vakbél, valaki azt írja, hogy Feri, sebészetre menjél, felvágják, egy picit fáj, de túl lehet élni. Jönnek komoly SMS-ek is. Nagyon jó. Tájok, keresetek rá YouTube-on, én kihagyom, de ajánlom mindenkinek, hogy keresetek rá ezen felkiáltással a YouTube-on, hogy tájok. Így van. Tájogvárosok.
az a lényeg, hogy bármi ilyen elváltozást lát az ember a testén, azonnal menjen orvoshoz. Igen, ne az legyen, hogy majd elmúlik meg. Ja, Istenem, ez holnap már nem lesz itt. Veszélyeztetett korban vagytok, srácok. Tehát az a helyzet, hogy a ti korotokban már így, lassan 50 felé, ez veszélyeztetett korba léptetek. Itt már nincs úri huncutság, hogy majd elmúlik. Kis elváltozás, kicsit kaszúr a szíved, kicsit izzadsz, mire fölérsz. Tessék minden elmenni, doki, ez nem szégyen. Hamarosan ő lesz a legjobb barátotok. Aha, jó, ez a pár év, ez már csak menekülik. Erősen a B oldalt kapargatjátok már. Itt már fel kell figyelni a testetek jelzéseire. Itt már nem szabad egy legyintéssel elintézni, mint anno 38 évesen. Jó, tehát itt ezt tessék komolyan venni. Okay. Azonnal elmenni orvoshoz. Nehogy aztán később. Ó, de óvatosan. Mert mi még, akik fiatalok vagyunk, hát mi még azért ugye ezzel így átudozhatunk, de ti már... Ott a B oldalon azért ez már nem játék. Óvatosnak kell, de csekkoljuk előtte, hogy mennyire értenek a szakmájukhoz. Menjünk be együtt. Felmászok a hátadra, mondd azt, hogy én vagyok. Nézd a doktor úr, egy vándorló pup van rajta. Nézd, hogy arra... Most itt! Most Jézus, ott berom, de ezt most fel is vágom. Jé nyüszög, jé beszél. Így van. Jé fáj neki. Igen. És még csizmát is húzok. Lemaradtam Ferének, szemérem dombja nő a hátán. Igen. A két SMS-ből így lehet. Igen, most sajátot akar növeszteni. Igen. Nem lehet, hogy valaki átkot rakott rá tényleg? Az így jön ki? Nem az lehet. Átok. Ki lehet az? Nem hívjuk, hát hívjuk föl Frabátót, hogy vegye le. Frabátót hívjuk már föl, csörgessük már meg. Szerintem már biztos nem az, hogy túl van már két rendelése, 20 plusz áfája biztos. Fényocko már lezavart két rontás levételt. Ebbe egészen biztos vagyok. Hát meg most repült haza szerintem. Hova, honnan? Hát a szeánszról az erdőben, ahol találkoznak a boszorkány. A druida találkozóról, mert hogy éppen ott volt. Ajajajajajaj. Én most egy picit aggódom miattad. Nem. Sokan, nagyon sokan látom, aggódnak. Látom az arcodon. Az SMS-ekből is látszik, hogy hallgatok és nagyon aggódnak. Így áll zsíroldó. Ha akarsz róla mesélni, várunk a reggeli műsorunkban, Andy. Gyerekek, de Zsurrához be tudsz ezzel ugrani. Frabátó? Úgyis tudja, hogy mi hívjuk. Hát persze. Hát, már tegnap tudta, hogy hívni fogja. Ő tette föl, lehet a púpot. Valaki azt írja, Ferinkulus. Tényleg, Ferinkulus. Egy jó kis Ferinkulusom van, doktor úr, nagyon ne szellemeskedni, mint Rákóczi, mutassa. Aggódom, értetek. Köszönjük. Sok 9-es van a Frabátó számában, gyerekek. És az baj. Nem baj, azért csinálja, mert egy picit mindig tudod, olcsóbbnak tűnik. Azt írva, aki nagyon fog fájni, furunkulus, kettőt már túlélt, Andi írja, hogy készülj föl, mert hogy fel fogják vágni, és az tényleg eléggé fáj. Uh-huh. Hagyjatok már békén, most én csak segítséget kértem, erre most arra megyünk rá, hogy hogyan nyírjuk ki a csávót. Már nem él, már halott, de addig is nagyon fog szenvedni. Jó, az a fontos, hogy magas labdákat ne adjál majd a doktor úrnak. Tehát amikor elintézi ezt az egyet, nem mondd azt neki, vagy kérdezd meg tőle, hogy is doktor úr a három here fura. Csak nehogy úgy... Az nem, én szerintem az csak nehogy úgy járjál, mint a púpos, aki bemegy a pékhez, és azt mondja, hogy kérek egy kiló kenyeret, mire a pék hátba vágja, és azt mondja, hogy addig nem, amíg az előzőt le nem nyert. Bemész majd a kedvenc pékhez, és azt mondja, Józsikám, hagyj egy fél kiló kenyeret, rohadtul hátba vág. Ferinkém, amíg az előzőt le nem nyert. Vigyázzál. Na mi van Frabátóval, nem veszi föl? Rendel? Hát valószínűleg rontást vesz le, vagy nem tudom, szerelmet köt, vagy mit csinál. Valami ilyesmi le. De tényleg csak vidáman menj be, tehát hogy ne lássák rajtad, hogy egy picit megfogott ez a dolog. Aha. Tényleg mondja ilyeneket, hogy ez a furunkulus már púpa hátlamodó. Ez a nagyon-nagyon-nagyon sok pulik azon, hogy belépsz az orvosi rendelőbe, hogy lássák rajtad, hogy laza vagy. Nem félsz, te nem ijedsz meg, érted? Aha. Nem kell, lazák vagyunk, nem kell semmitől. Ahogy a ducsidilibe mennek a... Hello Doki! Hello Doki, mi van? Lazák vagyunk, nem kellünk semmitől. Doki! Csak így kell tolni. Tehát, hogy abszolút. Aha. Na mi van? Sátikálunk. Érted? Bemészen, hogy rögtön megszeretnek egyébként a váróba. Az nem. Jó, de lazának kell lenned. Jó, ne lássák az arcodon azt a nagyon-nagyon komoly félelmet, ami van most benned jelen pillanatban, hogy nem sokára elpatkozz. Tehát, hogy lazán toljad. Aha, jó. Az lesz a fura egyébként, hogy... Azt írják, hogy tevepatához kell a púp is. Látjátok az Instagram képeket akkor. Ugye, az a baj, hogy nagyon rossz helyen van abból a szempontból, ez a bizonyos dolog, amiről még nem tudjuk, hogy mi, de félelmetesen hangzik, hogy leírta a Feri. A hátán van, tehát ő nem szemből jó. Nem fogja látni a doktor. Soha. Az első
az első fél mondat, hogy az első néhány szó lesz az, ami egyébként szerintem döntő lesz. Igen. Tehát, hogyha mondjuk azt hallod már az elején, hogy... Te csak hangjukból fogod tudni megítélni, hogy a doki mit mond. Nem látom hallott, az arcát. Azt mondja, úristen, Irénke, jöjjön ide. Na, akkor lesz igazán baj. Mikor odahívja Irénkét. Ilyet még nem láttam, Irénke, jöjjön ide, ezt nézze meg. Ott kezdhetsz kapaszkodni. Ott kezdhetsz kapaszkodni. Rámarkolok az ágy szélére. De ne. Szép gömb vagy. Vagy Sanyi. Beszél tudor vagy Sanyi. Az a neve, hogy Sanyi? Sanyi. Hogy van Sanyi? Sanyi. Mikor kezdjen el aggódni? A Feri 0676 az SMS számunk, ha mit hall a háta mögül? Figyelj, jönnek egészen jó SMS-ek. A férjemnek is volt, a szakács barátja vágta fel barkás szikével. De én mondtam, gyerekek, hozz valaki egy öngyújtót meg egy snitzert, én megcsinálom. Nagyon öngyújtó, a sterizálom a snitzert, 8 órára. Tegnap vagy tegnap előtt mostam el a Gyuláét, ott hagytam. Tök jó. Letörtem még róla egy, hogy hívják, az elején letörtem egyet, hogy élesebb legyen a következő. Szerintem megoldható. Előtte sterilizáljuk. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg magatokról, jó, hogy mit diagnosztizáltatok saját magatokon, ami aztán nagyon nem az volt. Amikor bementetek a házi orvoshoz, és azt mondtátok, dokikám, tudom, mi a bajom, megfejtettem. Google-ról letöltöttetek képeket, úgy éreztétek, hogy ti rájöttetek arra, hogy mi a kórkép. Elmentetek dokihoz, és kiderült, hogy nem, hogy köze nincs a valósághoz, hanem valami teljesen másról van szó. Ugye ma már mindenki magyar házi orvosként működik, diagnosztizálsz azonnal. Internetre rákeresett, fórum, elolvasod, beadod a fotót, úgy mész oda, hogy csak a receptet írja föl, dokikám, nem? Meg vagyunk. Tudjuk, mi a baj. És hát az ember azért sokszor félre diagnosztizálja saját magát. Jó, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt. Küldjek át számot? Magárendelésre? Hát ha tiéd, akkor ne. Szeretni fog. Jó kezekbe leszel. Írjátok meg, jó? Az SMS-eket várjuk. SMS számunk 06-745-00-00, mintha már ez a 70 is kicsit olyan élettelenebb lett volna, Felix. Én is erősítettem, hogy azért szinten maradjunk. De úgy tettél rá egy kicsit, de éreztem, hogy a másik oldalról már nem úgy jött. Basszus. Nagy a baj. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Kinyitott a klinika. A Morning Show klinikája. Olyan, annyira jó, hogy itt ülhetek veletek. Ugye? Hogy ez az aggódás, ez a fajta empátia, ez a fajta érzékenység, ahogy mi egymás nehéz pillanataihoz is. Azért is, mert elmondani, mert tudtam. Mert tudtam, hogy jó helyen vagyok, Jani kirohant egy pohár vízért. Hogy segítünk, hogy azonnal magánklinikát keresünk, orvost keresünk, STK-t, körzetit, érted? Ennyi. Azt mondjuk már nem hagyja, hogy a Zsül mesterséges légzést adjon neki, de ez... Jól vagyok, úgy, de jól vagyok. Mert hát Feli elmondta, hogy van egy ismeretlen eredetű púpa hátám. Nem néz ki jól a dolog, elég nagy öklömnyi most már. És hát megvan ijedve. Mi pedig próbáltunk azonnal a segítségére sietni, remek kollégaként. És hát az ember ilyenkor mit csinál? Támaszt nyújt, megnyugtat, és azonnal segítséget ad. Ugye? Ez a három legfontosabb. A megnyugtatás, a támasz, a segítség, gondoskodás. Mindegyiket megkaptad tőlük. Ennyi. Tehát ennyi. Szerető gondoskodás volt, támasz volt, segítség volt, együttérzés és aggódás. Nagy gond mondjuk nem lehet, hogy csak az volt fura, hogy tegnap este Béka kiterelt a gyerekeket a fürdőszobából. és gyorsan lefektetőket aludni. Gyorsan fejezzétek be a fogmosást. De anya, még van három perc. Nem érted? Ne nézzetek apátok hátára. Na, megkérdezzük Frábátot, fölhívtuk neked, jó? Hát ha azt mondja, ez csak egy rontás. Így van. És hát ő le tudja neked venni, vagy legalábbis mond valamit, hogy mit csináljál. Hát ha valaki valami csúnyát tett rád, és akkor megpróbáljuk levetetni. És ráadásul nála mindig van egy kis közepes és nagy kiszerelésben varjúháj, szerintem. Az a legjobb. Persze, ha hamar elmulasztja. Itt van Frábátó, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Nincs valami ilyen... Hallgattam a műsor, de nagyon fontos, mert csak egy rontás, ez nagyon komoly dolog. Egy valamit kell tudni ilyenkor, a hátán van, azt hallottam, az elején van, tehát elől helyezkedik el a testen, akkor a jövőből várható gondot jelent, a hátának a múltjából valaki rontja. Annyit kéne tudni, hogy a jobb oldal vagy a bal oldal. Középen van, képzeld, a gerincen. Luha. Gerécen és... És a piótás emberre, akkor én már nem tudok segíteni. Nem, de tényleg, tehát középen, és így hát közepén is. Tehát, hogyha így megfeleznéd a hátamat, Geri, pontosan középen. Ez hány napja jött ki? Mikor vetted észre? Öt.
5-5, de akkor még kicsi volt, de most már felnőtt rontás. Napról napra egyre nagyobb. A filmet is csináltak régen, ez a Notre Dame-i torony. Így van. Már én is nagyon félek, hogy hátra fog rántani egyszer. Megyek az utcán, paf, hátra. De szerencsére azt mondja, hogy lefele terjed. Most van a medence csontja magasságában. Igen. Kinek szerencse. Egyébként nem jó dolog, mert pont azért kérdeztem, hogy hány napja van, mert vasárnap hátra. Volt. Szombat este, vasárnap reggel volt tele volt. Tehát az előtte kijövő dolgok, 2-3 nap lett, az tényleg rontás. Tehát valaki negatív dolgot tesz a múltjából rá, küld valami negatív energiát, a médiásoknál ez előfordul, vagy szeretnek, vagy nem, de ez valami komolyabb dolog. Azért kérdezem, hogy jobb vagy baloldal. Ha bal ez működne, már halott lennék. Én már meghaltam. Hát igen, neked van védelmi rendszered is. Az is ha baloldalt, a baloldalt lenne, akkor szerelem. Tehát valami nő, aki beigazolatlan szerelmet kapott, azt teszi rá, így szakmai. Tehát a középre jön a szakmai, derékbe akarják törni igazán a karrierjét. De nem a derekamon van, hanem a hátam közepén. A gerinceden. Ez egy szólásmondás, hogy derékbe akarják törni a karrieret, de ez onnan kezdődik. Nem jó dolog. Tehát ha növekszik, akkor automatikusan folyamatosan foglalkoznak vele. Nem egyszer egy negatív dolgot rányomtak, hogy na a Feri, hogy mit tudom, legyen ez és ez a baja. Én nekem van tippem, vagy van tippem, elképzelhet, hogy ez valami nagy univerzális böllérátok, tudod? Tehát, hogy meghallották, hogy zabkekszet eszel, hogy elárultad őket, és nem eszel disznótorost, és zabkekszel, meg nem tudom, korpás műzliszeleteken élsz, meg mandarinon, és a nagy böllérátok egyszerűen átkerült. És ez csak hát ott fog nőni, tudok nőni. Egy nagyon jó gyógyírt, de most halál kommentáltanám, tényleg van egy szárított béka, azt kell ráköpni. Jó, ne, hagyjál, ne. Jó, de meg kell előtte köpködni, ugye? Én nem nyalni. Nem, a fejét le kell rágni. Ja. Úgy hatásos. Szárított béka, hol? Varjúháj, vércsevér. Ezek beszerzés alatt vannak. Egyébként arra kell figyelni, hogy ennek vasárnapig ezzel valamit csinálni kell, hét vasárnapig, vagy sebészeti úton, vagy varjuhája, vagy valamivel el kell mulasztani. Miért hétfőn árat emelsz? Igen, hétfőn mi lesz? Igen, hát ez másokba került. Balázs fizeti. Ez az én köröm, én állok. Én akarok neki segíteni. Mert ha nem szedjük ki vasárnapig, akkor? Akkor szervezeten belülre kerül, mert ez bármilyen furcsa rajta van a testeden, de szervezeten kívül van, tehát energiamezőn kívül, és onnan... És berágja belülre. Magát. Hát végül is igen, tehát hülyeskedsz vele, de egy komolyabb bajt okozhat. Annyit tudok csinálni, hogy kézrátétellel így megfogom, és áthelyezem valaki másra. Hát vagy hát a Balázsra most ezek. Van egy tök ötletem, tedd át a Janira. Persze, aztán majd a Jani átteszi rám, mi meg adjuk egymásra. A felét ide, a felét oda, az a lényeg, hogy megszabaduljunk tőle. Érjesen. Hát, nem, és, tényleg komoly. És kézrátétellel kéne ezt csinálnod? Hát, bal kézzel. Azért, hogy én ne kapjuk majd... belőle semmit, de egyből kell valakit ráteszem. Én már láttam, tehát szerintem, ha láttad, nem tennéd rá a kezed. Én megnéztem, szörnyen néz ki. Ne mondj ilyet. Nem. Szerintem megharap. Imádja az ócsemegét, ahogy láttam, és már önálló élete van. Vigyázz vele, fogai vannak. Úgyhogy óvatosan. Mint a 8. utas a halálban. Igen, nem csak ez ott jön. Igen, nem az oldalon jön ki. Igen. Ez csak a feje. Van. Nem biztató. Nem biztató, nem, mondasz. Nem biztató, különben tényleg nem biztató. Hát ilyenkor sebészhez el szokott menni az ember, de hát a sebész az kivágja. Igazából ez a gócpontot kéne megszüntetni, és ez visszajöhet. Tehát ez folyamatos rontás. De Feri a gócpont. Én vagyok, rajtam van a góc. Nem, ez senkiben nem kapott volna életre, a Feribe életre kapott, mert annyi kolbász, meg annyi zsír van benne, hogy valahol ki kell termelni a szervezetből. Óriási vagy, óriási vagy. Neked nem tudunk olyat mondani, amire ne lenne gyógyír. Én nagyon szeretem. Bármi a panasz, megfejtjük. Telihold előtt, telihold után, azonnal megfejtjük. Jól van. Fontos. Jó, köszönöm szépen, és akkor jók legyetek. Köszönjük. Vigyázz, Feri, ha nem múlik el, akkor hívjál privátba, és akkor majd valamit csinálni. Jó van. De az már fizetős. Az már viszont fizetős. Hát az már az. Add már csörögén akassza. Köszi, csáó, vigyázz magadra, jó munkát. Szia, bármit is csinálsz, jó munkát. Ugye? Szoktam. Ugye? De bármit csinál, jól munkát csinálja. Neked. Bármit csinálsz, azt jól csinálod. Milyen jó. Ügyes. Miben? Ügyes. Ugye, bármit mondasz, bárkinek bármilyen tanácsot adsz, jó munkát kívánok. Akár olyan is veszel azt, amit mondasz. Hát, bárhonnan is olvasod ezt a rengeteg blödséget. Kiváló munkát kívánunk neked a mai nap. Na most biztos rám is rám teszi furunkulust ezért. Lehet.
most már kotorászik a fiókban a Balázs bábú után. Hol a kötődő? Hol a kötődő? Most szúrt meg egy rohadt nagy kötődő. Elkezdett szúrni a szívem is. Hát... Nem jó? Nem, figyelj, nem lesz gond. Jó, de jó. Nem lesz gond, ahogy szerintem. Te mondod. Van egy pisikúra, ami arról szól, hogy ha lepisíjük, akkor elmúlik. Minél többen annál jobb? Én nem merek otthon elmenni, mert nehogy a gyerek fölébredjen, még egy reggeli középsugaras az abszolút bennem van, hogy gondolod, simán meggyógyítalak vele. Hát próbáljuk ki. Biztos jó rá. Nekem még jó a prostatám, felpisilek a hátadig. Ami mondjuk nagy kívánc. Igen, ugye? Nagy kívánc. Figyelj. Az van, hogy én már pisiltem, és szerintem menjünk biztosra. Hát legyen egy olyan, amit még betolom ezt a kávét. Ajajajajajajaj. Na, holnap számoljál be, hogy mi lesz. Jó? Hatott-e a Frabato átok levétel? De most akkor levette? Hát nem tudom, azt mondta, hogy valaki derékbe akarja törni a karrieredet. Hát, igen, az hova. Hogy tudnának valamit a karrieredet törni, derékbe törni, ami nincs. Nem? Tehát nem is értettem ezt, mit lehet ezen derékbe törni. Jó, ez már nekünk a nyugodtság. Ez is igaz. Az mi? Vagy hogy, mire mondod? Ja, hogy már elengeded. Hova? Hát már nem kell kapni. Mit törnek? Tütörjenek. Valaki a hátam közepére kívánt. Nem, de akkor miért van az én hátam közepén? Mikor volt utána a fizetésemmel és a kórhelyben? Lehet, hogy berágtak a pincére, a séfát. Egy hónapja mérgeznek valami brommal, vagy nem tudom, miért ott jön ki. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Kikapcsolták a telefonomat, és komolyan mondom, ki vagyok ezen. Fel vagyok háborodva. Te figyelj, neked te vegyél egy vonalas telefont, azt húz magad után a kábelt, mert vagy leejted ezt a rohadt telefont, nem használunk tokot, mert neked egy jó TVK kellene, egy jó kis vezetékes, ilyen kurvis telefon. Vagy pedig egy feltöltő kártya, amivel lehet még telefonálni fülkéből, tudod? Tehát ez, hogy neked mindig ezzel bajod van, most mit csináltál már megint? Nem csináltam semmit, és azzal van bajom, hogy nem csináltam semmit, olyan és nincs. Ennek ellenére szankcionálnak. Uh-huh. Egyszerűen kikapcsolták a telefonomat azért, mert számlatartozásom van. Ja. Ez egyszerűen felháborító. És anyukád már unta befizetni. Tehát ez felháborító. És azt is elmondom, hogy miért, de nyugodtan vitatkozzatok vele, és mondjátok azt, hogy nincs igazam, és tessék befizetni a számlát. Hát nehéz. De nyugodtan nehéz gyertek vitatkozni, velem szemben. Igen, nehéz elmondom, vitatkozni hogy azzal, hogy nem fizetsz erről be egy számlát, aztán kikapcsoljuk a telefonod. Hát, mi is egy picit fel vagyunk háborodva most. Azért mondj, nyugodtan győzzetek meg, hogy nincs igazam, de elmondom, hogy ezt hogy csinálnám, ha nekem lenne telefontársaságom. Igen. Mert szerintem nonsens az, hogy hosszú-hosszú évek óta te nem váltasz számot. Tehát rengeteg ember van, akit valamiért vagy beleszeretett, aha, vagy lusta, vagy ugyanaz a száma van, és 10-15 éve hordozza ugyanazt a számot. Nekem 1997 óta ugyanez a számom. Uh-huh. Na most láthatják azért, hogy 20 éven keresztül, ha kiszámolod havi bontásba, akkor ott hagytál sok-sok-sok-sok milliónyi forintot ennél a szolgáltatónál. Uh-huh. Ugye? Ha havi bontásban milliókat fizet, akkor szerintem... Nem havi bontásban, nem, de a 20 év alatt sokat. Ja, 20 év alatt sokat hagytok. De most ne hagyjatok egyből igazat. Tehát ne győzzelek, ne hagyjatok magatokat meggyőzni. Próbálom meg, szépiszerveket keresem abban, amit most mondasz. Még nem mondtál érvet. Miért nincsen valamiféle méltányosság? Miért kell egyből az embertől megvonni azt, hogy internetezhessen, hogy kommunikálson a családjával? Mondok verziókat. Például felhívják a figyelmedet többször arra, hogy neked számlatartozásod van, és adnak, uh-huh, erre egy bizonyos, aha, időintervallum keretet. Nekem összesen kettőször szóltak, 72 órán belül, 48 órán belül, kikapcsoljuk. Kettőször szóltak, igen, ember, mit szeretné még? Jöjjön egy kis ajándékcsomag, átkötve, piros színű izére szalaggal. Ne legyél már ilyen cínikus, Feri, nem hát most mondta, hogy több millió forintot adott már nekik oda is, hogy 97 most óta ez az egy száma van? Nem, érted? Nem érdekel, most, hát ez hogy mióta fizetett ez még, ez még, ez, én azt gondolom, hogy ez még nem csak a magam nevében haragszom. Hát tudom, titeket is védlek majd, ha tudom. Nem kell, mert én befizetem, mert tudom, hogy egy szolgáltatást vettem igénybe. Mondtam már nektek egyébként, hogy ezüst fokozatú fogyasztó vagyok az elműnél, és kikérném magamnak, hogy kikapcsolnák csak azért a villanyt nálunk, mert nem fizetem hónapokon. De ha te látják, hogy te jó előfizető vagy, ha rendes vagy, ha évekig nem bontottad fel a szerződésedet, és ez most nem csak rám vonatkozik. Miért nincs az, hogy fölhív egy diszpécser és szól, hogy uram, van még 24 órája, de ki fogjuk kapcsolni? Miért nincs az, hogy uram, kikapcsoltuk a telefonját, de az édesanyját fölhívhatja, a pusztában van, ha bajban van, érted? Lehetnék, én most feküdhetnék valahol kint a hideg pusztában, és nem tudok itt felhívni. Jó, de segítség, mert 20 év után...
kikapcsolják a telefonomat. Ne légy hát, milyen világ ez? Miért nincs olyan kéne méltányosság? Van, két méltányosság. Nem hív felremegő hangon egy diszpécser, hogy elnézést megzavarom, mert a 97 óta számot nem változtató ügyfeleinket nem nagyon szoktuk ilyen csipcsuk ügyekkel zavaratni, de hogy két hónap. Van egy 200 000 forintos számla tartozása. Én ha mobil szolgáltató lennék, nekem lenne egy szoftverem, és mióta előfizető, nagyon régóta. Befizette mindig a számlát, befizette. Rendben, akkor felhivatom egy szoftverrel, küldök neki még egy SMS-t. Van például az Elmű felhív. De azt vettétek, hogy felhív az Elmű? De kettő egy 70-es számról felhív, hogy önnek számlatartozása van, és egy automata bemondja, hogy van számlatartozásod, fizesbe. Sose hívott még titeket az Elmű? Mert mi mindig befizetjük. Nekem hív az Elmű egy csomószor. Nagyon jó szolgáltatás. Onnan jut ezt, hogy de hívják, nem fizettem, csak egy fölhív egy 70-es szám, felszám, halló. Önnek számlatartozása van. Kérjük rendezetet. Egy automata bemondja neked. Azt hittem, hogy az Elmű felhív téged, hogy szólt neki a mobil szolgáltatót, hogy nem tudnak elérni, és hogy... De nem, tehát most érted? Van egy 16 000 forintos számlám. Tehát hogy van az, hogy milliókat hagyok ott? Nem, igen, ma reggel. És én ma elindultam. És reggel felhívtam volna az én drága jó édesanyámat, hogy felkelte, felhívtam volna a feleségemet, hogy minden rendben van-e a gyerekekkel, felébredtem. Mit kapok követni. Én a szolgáltatótól? Mit kapok őket. A szolgáltatótól? Azt kapom a szolgáltatótól, hogy le vagy szarva, mindegy mennyit fizet, nem érdekes, akkor is kikapcsoljuk a telefonodat. Nem érzed a megbecsülést? Nem, a megbecsülést nem érzem, az ember számba vevés nem érzem, mint hogy azonnal kikapcsolják a telefonodat. De kétszer már ember számba. Lejthetsz, ember lehetsz, nem fizeted be, bajod van, nem jutottál el, sokan voltak, kifordultál postáron. Miért szankcionálják? Hát úgyhogy kikapcsolják, mintha a legdat, ezért az Elmű is, meg a Tigáz, nem tudom, hagy egy csomó időt, és hónapokig még azért azt használta. Nem de hát ők is hagytak. Kétszer, két figyelmeztető SMS-t kaptál. 72-től 48-ra, paf, kész, vége. Mert rossz a tapasztalata. Igen, ütver, azért ütver, mert ez a tapasztalata, hogy hiába, hogy bármilyen régóta előfizető, nem fizeti be a számlát, és soha többet nem látják a csávot. Most én megmondom nektek őszintén, hogy akár is nézem, én cirka, mit tudom én, hát talán 2-3 éves koromtól, de lehet, hogy már korábban, én folyamatosan járok a BKV-re. Én azt gondolom, hogy nekem egyébként már járna egy prostata kímélő ülő párna valahol, egy kiemelt ülőhelyen, mert én gyakorlatilag az 50-es villamoson töltöttem a fél életemet. Hmm. Nekem az az ülés, nekem az a párna jár. Te más mondasz, mert te azt mondod, hogy te ingyen akarsz menni. De volt meg már azt mondom, olyan, én azt mondom, hogy be fogom fizetni, fizetek a szolgáltatásért, csak segítsék azzal a magyar embereket, hogy nem ennyire egyből ennyire durván szankcionálják, vagy megnézik, hogyha jó adós vagy, rendesen fizeted, de nincs veled baj, akkor egy kicsit kegyesebben bánunk veled. És mindenkivel. Aki nem fizette be véletlen a mobil számláját. Isten mentse a szolgáltatót attól, hogy bemenjél. És ez ott van. Tudják, ki vagyok én? Nem az, de most én nem értem, haragszom, én értetek, Sebesi haragszom. Balázs, nem! A 97-es. A 1997-es vagyok. Tudják, hogy azóta, kivel szórakozni. Azóta van előfizetésem. És szerintem, ha most befizettem, még kifizetetik a visszakapcsolást. Az biztos is. Na hát az aztán meg aztán mindennek a nonsense. Megnyomod valaki egy gombot. Sebesi Balázs, lekapcsoljuk, poff, leüt egy gombot, poff, felüti majd a gombot, hogy tudjak telefonálni, ott ül érted Marika. Ja, mindenkinek van egy kapcsolója. Mindenkinek van egy kapcsolója, engem poff, így visszakapcsolnak, offról orra tesznek, érted? És körbe megy egy barna köpenyben egy bárcsi, egy mappával a szemüvegben, és jön egy cigarettával a füle mögött. Sebestyén Márta. Ja, nem. Sebestyén Balázs. Sebestyén Balázs. Józsikám, tedd orra, Sebestyén Balázs. Józsi, lemegy, érted? Vagy nem tudom, hogy Tihamért barna kis, nem tudom, kis... Már hívhatok, köszi Józsikám, egy kávé. És visszakapcsolnak. Hát valami kegyességet, valami méltányosságot, valami emberséget. Hát én egy ideológiai, én most a válságban szenvedek emiatt. Én kicsit ideálista vagyok, én ezt bevallom, de komolyan. Van emberség, olcsóbban vásárolhatsz készüléket, mert hűségkártyás vagy már. Van egy csomó minden, de ebben nem lehet. Hát be kell fizetni a csekket. Te már nem is ügyfél vagy, te részvényes annyi. Igen, azért valaki, ez már arcátlanság, nem fizet és hőbörög. Az igazi pofátlan, egyébként tényleg. Jó, nem tudtalak erről meggyőzni benneteket, mindegy. Van csekkes befizetés, van bankos befizetés, van a leolvasós befizetés. Mit akarsz még? Ide álljon egy csávó mellét, hogy Sebestyén úr ide adná a 12 ezer forintot. Bevinném. Nem, ő jönne ide, ki jönne. Igen, bevinném az ügyfelszolgálatra. Kijövünk, fizessenek. Kijövünk. Még fölhívnak, ha most hol tartózkodik a következő 2 órában, mert akkor megjelennénk maga. Mert mit akarsz még? És szerintem egyiket Ferének is járna évi egy disznó valakitől már, nem? Hát olyan régóta fogyasztasz már húsipari termék. De hát, akkor 2.
Na, így már jobb. Érted. Na mindegy. Mióta jársz el erre? Elég régóta, mi? Nagyon, nagyon. Ott mit kéne kapjak? Mindent. Végig kellene menned hetente egyszer, és minden sorból így kapnod égat. Meg az első éjszaka jogát. Na mindegy, jó, befizetem. Én nem akarok én csalni, befizetem én. Figyelj, azt tudod, bánt, bánt ez a fajta szörnyű lelketlenség. Ez a fajta rideg hozzáállás, hogy itt nincs emberség a világban. Itt mindenkiből kihalt minden. Nem fizetsz, kikapcsolnak, lekapcsolnak egy darab szoftver vagy nekik, egy darab szám, egy statisztika, egy adat, egy se érted, azonnal lekapcsolnak. Hát ez. Várható egyébként, hogy a szolgáltató cégnek a székház alatt megjelensz majd egy táblával lázadás felirat. Nem, majd gumit éget, mint a francia taxisok. Összegyűjtöm a mobil számláimat, és felgyújtom a székház előtt, hogy tüntetek. Na mindegy, mindegy. Most egyébként bejövőm, az még van, azt meghagyták. De az csak pár napig, tudod? Most annyira dühös voltam, ledobtam a telefont, és érvénytelen szímezt írja. Tehát most már is elszállt. Szerintem várj meg, amíg teljes letiltás van. Érvénytelen. Olyan régóta van almásnok kérde egyébként, hogy az is járna a cégtől. De most félreértitek ezt a dolgot, én nem akarok semmit ingyen. Csak egy pici emberséget. Csak kis haladékot, amíg úgy hozza a kedvet, hogy befizesd azt a rohadt számlát. Na, csak egy pici emberséget. Basszus, érted? Ezer fele dolgozol, van családod, vannak problémáid, érted? Neked is ugyanúgy élsz, mint a többiek, érted? Szóval kis türelmet, akkor komolyan. Na most az van, hogy az a szolgáltató, ahol te vagy, azt írják, az 30 napos türelmi időt ad, és még nem elég. Hát legyenek hát egy 30 picit. 30 napig nem fizetek be a számládat. Miért kell ennyire türelmetlennek lenni? Hát miért kell itt toporzékolni az ember agyán 30 napon keresztül? Hát egy hónap ember. Egy hónapig nem fizetsz és dumálsz. És kongatják a vészharangot. Mit képzelnek magukra? Hát, 30 nyomorult nap után. Nem arcátlanság egyébként, de tényleg. Hát nem, valamiféle minimális méltányosság azért ezekben. Egy hónapig némi jó indulat, némi kedvesség. Hát most 30 nap így elmegy. Hát most érted? Igen, csak akkor már két számlád lesz, és feltételező, hogy a dupla költséget te már nem bírod kifizetni. Most valószínűleg két számlával tartozom akkor? Egyel tartozom. Letelt a 30 nap, akkor most kikapcsolták, és már jön az új számla, és ők ezért korlátoznak, mert akkor az már két számla. Nálatok mennyit várnak? 30-at. Nálad is 30-at? Azt hiszem. Én mindig igen, én mindig befizetem időben. Jó, de te ott állsz a postán, és minden nap bemész megkérdezni, hogy jött csekk? Nem jött? Vadon cselek? Semmi? Igen. Hadd fizessem. Akkor előre valami? Igen. Kicsit hozzák, már itt befizetem rögtön. Te szeptemberben leadod a jövő évi adóbevallásodat, csak hogy minden rendben legyen. Nem, én beszoktam menni a szolgáltatót, és abban a pillanatban, hogy végignyalnák a borítékokat feltelt, akkor ne zárja le, ne pazaroljunk. Igen, mennyivel tartozom? De tényleg komolyan mondom. Na minden, jó, nem értem, érzem én, hogy ebben nem tartotok velem. Jó, én visszavonulót fújok, én pontosan érzem, hogy mikor érzem azt, hogy nem egyfelé siklik a kis dagadó vitorlákkal menő kis sajkánk, úgyhogy adjuk ezt, nem vagytok velem. Nem is mi vagyok a fontosak, hátha a szolgáltató meghallotta ezt a segélykiáltást. Nem tudják, hogy én nem mondtam, hogy hol vagyok. Tehát nem mondtam, tudják, hát 97-es vagy. Nem tudják. Nem mondtam, hogy 20-as vagyok, 30-as vagy 70-es, vagy az a baj, hogy a 60-as, az nem lehetek, de az is baj. Tehát nem mondtam. Nem mondtam, hogy mi vagyok. Még nem is akarok. Vagy. Ezután nem kell a kényszeradományuk. Így van. Nem kell semmiféle kegyelem kenyér, semmiféle hűség volt, csak valamiféle olyan méltányosság, hogy ne egyből azt érezd, hogy te megtiszteled őket a bizalmukkal, amikor ugye váltani akarsz, le akarnak beszélni. Amikor ugye te fölhívod őket, hogy lehet, hogy átmész máshol, akkor könyörögnek, és utána telefonálnak, és ajánlatokkal bombáznak, hogy ne menj át. Miért nem lehet ilyenkor egy kicsit emberséges lenni? Kedves szolgáltató, aki most érintve van ebben az ügyben, Sebestyén Balázs által, hogy tudják maguk, tudjátok tik, hogy milyen ajánlatokat utasított vissza már az évek során más szolgáltatóktól. Miattatok? Mondok más valamit. Mondok neked más valamit. Na mondjál. Szerintem ezzel is mindenkinek sok problémája van. Kapcsolgatom otthon a televíziót, szolgáltató. Ez egy másik szolgáltató. És sehol egy kódolatlan nap a hasztere. Miért nincs kódolatlan nap a hasztere? Hát, milyen világ ez? Eurosport. Bekapcsolom, működik. Uh-huh. Eurosport. Eddig még nem háborodott. Jó, működik. Tehát, Eurosport 2. Nem működik. Kiírja, hogy az
hogy hívjam föl az előfizetőmet vagy a szolgáltatómat, mert letiltotta azt a csatornát, rendeljem meg a plusz szolgáltatást ennyi és ennyi pénzért, aha, vagy fizessek elő egy olyan csomagra, amiben már ez nincs benne. Tehát mi történik? Ők belerakják egy bizonyos csomagba azt a csatornát, amit te nézel, szeretsz, beállítod, ott van, majd egyszer csak valaki fingik egyet. Várjál, ez az új sztori? A szolgáltatónál vagy a család? A magánéletemet is. Körbenézek, ott ül nagyapám. Te voltál, papa? Papa bánatos arccal egy picit félszeget. Papa bánatosan pukkant, hogy mit látok, hogy az egyik nap még ott van a csatornák között az a csatorna, a másik nap pedig valaki azt mondja, hogy hús, nem, ezt a csatornát kiveszük onnan, és belerakjuk egy másik csomagba, amire te nem akarsz előfizetni, mert az neked nem kell. Egyébként meg az Eurosport 2 volt, ami 8 éve ott van, átrakja, és azért most fizessél elő egy drágább csomagra. Kérdezem én, egyébként milyen jogon? Milyen jogon veszi ő el az egyik csatornádat, és... A szolgáltatás jogán, ugyanis ő szolgáltat, és aha, elárulom neked, hogyha nem tépnéd össze a szolgáltatótól érkező leveleket, akkor ő tájékoztatott és téged előzetesen erről. Feri, megint nem olvasol a sorok között. Ez egy együttműködés. Ráadásul még cinikusak is, mert azt mondják, hogy hívja fel. Aha. Mivel hívja fel? Ki van kapcsolva? Akkor még nem volt. Érted? Az egyik kikapcsol, a másik elvesz. Összejátszott. Hát, komplett paranoia. Ezek megbeszélték, tőled, hogy rám szállnak? Mi lesz a következő? Hazamegyek, nem lesz fűtés? Fázós író gyerekek fognak fogadni? Mert a tigáz úgy döntött, hogy nem szolgáltat? Érted? És elvették az Eurosport 2-t. Hogy én fizessek elő egy drágább csomagra. Nem fizetek és elő. Nem. Mi? Tartod magad. Ne. Szerintem. Inkább ellopom. Én azt mondom, hogy tarts ki az elveit mellett. Fel őket, vegyetek dekodert, kössétek. Érted? Szóval, hogy ez nem így működik. Ez egy közös dolog közted, mint fogyasztó, és legyen valamiféle együttműködés, legyen kommunikáció. De ne változtasson úgy csomagot, hogy akkor ő csak hogy megváltoztatja a csomagot. Kérdezem meg téged, hogy Sebestyén úr, áttehetjük az Eurosport 2-t az MLD-jasba. Miért teszi át az Eurosport 2-t? Hogy én menjek át és fizessek többet. Jut eszembe. Karácsonyra kaptál lapot idén tőlük? Vagy tavaly? Kaptál? Ugye, hogy nem? Nem kaptam. Nem. Azt akkor úgy képzeled a rendszert, mint mondjuk, hogy egy gyerek után ennyi szabi, két gyerek után ennyi szabi, három gyerek után ennyi szabi, és akkor úgy lenne, hogy 10 év után ennyi türelmi idő, 20 év után ennyi türelmi idő, 30 év után ennyi türelmi idő. Tehát, hogy így sávosan nőjön a türelmi idő. Nem, ők 30 év például után már akár egy hónapot is elengedhetne. Tehát megnézzük, hogy 10 éve vagy előfizető, kicsit hagyunk, egy éve vagy, még egy kicsit jobban, csak 20 éve vagy, biztos rendes vagy, fizeted a számlát, történt valami, picit jobban hagyunk, érted? Nem? Nektek nincsen tapasztalatotok különböző szolgáltatókkal, hogy nem, az a baj, ide-oda pakolnak, dobálnak, mint egy serclit, érted? Igen. Csak ide tesznek, oda tesznek, te még mindig követed, hogy hol van ez a csatorna, ezt kivették, ezt visszaadták. Mint egy penészes végű serclit, ami ez már a kutya segyújt. Érted, te meg csak ott, hogy mint egy ilyen darab csont úgy a kutya szájából, csak úgy csupa. Lifex. Meg úgy se eszi, csak elássa valahol, azt elfelejti. Ez elvesz, az kikapcsol, ennél emberek vannak a számok mögött. Az emberek. Nem, emberek nem, vannak a számok szám vagy. Én egy szám vagyok nekik, de amögött egy érző ember van. Nem, egy befizetetlen szám vagy, ez a baj. Ez a baj. Ez a csak baj. Egy szám. Ez a embertelen baj. Embertelen egy világban élünk. Jó, de az a baj, hogy ilyen kis pralik vagyunk, hogy mi mindig befizetjük. Tehát most... Mondok mást! Mit van? Na mi van? Mondok más. Más súlyos probléma. Mondok mást, mi történt szolgáltatónál? Vikinek a huga... lejárt a két éves hűségnyilatkozat az egyik szolgáltatónál, és az ő váltott volna. És egy hónappal a lejárat előtt ő bejelentkezett ahhoz a szolgáltatóhoz, hogy megkérdezem bizonyos dolgokat. És ott megkérdezték, hogy meg akarja-e hosszabbítani újabb két évre, és mondta, nem, köszönöm, már csak egy hónapommal lejár. Egy hónap múlva betelefonált, hogy küldjék ki a lezárást, meg nem tudom. Erre mondja, hogy nincs mit kiküldeni, mert egy hónappal ezelőtt ön meghosszabbította a hűségnyilatkozatot. Uh-huh. Telefonon. Három hónapon keresztül kellett a szolgáltatóval vívni, mire ki tudtok kérni a hangfelvételt, amin bebizonyosodott, hogy a Zsófi nem hosszabbította meg a hűségnyilatkozatot, hanem képzeljétek el, hogy automatikusan, és ezt sose fogják beismerni, és direkt nem mondom, hogy melyik szolgáltatóról van szó, rányomnak sokszor arra, mintha te meghosszabbítottad volna a hűségnyilatkozatot, és nem érted, hogy lehet még, hogy neked másfél éved van, meg egy éved van, mert hogy meghosszabbítják. Érted? Aha. És a hangfelvételen nem akarták hosszú ideig kiadni,
a hangfelvételen derült ki, hogy nem mondta a Zsófi, hogy hosszabbítsák meg a hűségnyilatkozatot újabb két évvel, tehát nem írta alá, nem mondta el, nem adott rá áldást, ugye megkérdezte a diszpécser, hogy nem akarja meghosszabbítani, meg lehet, nem tudom, küldjön el ezt, az vissza, nem akarja. Rányomtak, meghosszabbították. Mik vagyunk mi? Senki. Légy színen, kapaszkodj fel a Zsófi hátán, jó? Tehát az ősztoriát még alá is írom. Tehát a Zsófit adom. Szerintem komoly bajok vannak sokszor. Ebben igazad van. A Zsófi sztorit, azt én aláírom, mert nekünk is volt elég. Mi történt? Hát figyeltek, hogy az átfutási idő, tehát hogyha elmész panaszkodni, vagy adott esetben mondjuk felmondani egy szolgáltatást, egy bizonyos szolgáltatóhoz, akitől mondjuk van egy olyan szolgáltatás, internet, telefon, stb., hogy már nagyjából ki is lehet találni, hogy miről van szó. Mert sok ilyen van. Így van. Sok ilyen van. Elmész, lemondod a szolgáltatást, aztán kapsz egy hónap múlva egy levelet a központból, hogy te ezt a szolgáltatást nem mondhatod fel, mert az előző még nem futott át rendszer. Tehát én ezeket az átfutási időket nem értem. Hogy elmész, elintézel valamit, beütnek valamit egy gépbe, hogy nem ugyanazokat az adatokat látják. Érted? Átírják papírra. A központban nem azt látják. Tehát annyira fura, hogy tényleg ez a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, és hogy nincsenek ezek a rendszerek így összekötve. Meg az sem mindegy egyébként, hogy melyik ügyintézőhöz mész. Tehát nekem azért már egyszer-kétszer előfordult, hogy ajjajjajjajjaj, a kolléganő még nem dolgozott itt régen, ráadásul én tanítottam be, ajjajjajjajjaj. És akkor így félre csúszik az egész rendszer. Hogy csúszhat félre? Nem tudom. Tök jogos. Nem tudom, bénáztok. Szerintem veletek van a baj. Uh-huh. Veletek van a baj. Engem mindig fölhív a tévés, internetes szolgáltató, Rákóczi úr, ugyanennyi pénzért, amennyit eddig fizetett, tudunk adni nagyobb sávszélességet. Uh-huh. Viszünk egy új kütyüt, be is szereljük. Bejön, megbeszéljük, időre ott van, bejön, beszereli, azt megy. Na, de ezért, mert Rákóczi úr, mert tudják, nem tudják. Eddig úgy leszettem. Eddig annyira lerántottam. Nagyon jó. Öt évet szopott, akkor bocsánat. Így van, és most megkapod az alapszolgáltatást. Nem az én nevemben van. És én pont ezért reklamálok, mert nem is reklamálok. Te most a kisember vagy. Én most egy... Mi vagy? Ő most a kisember. Nem az én nevemben van. Tehát én nem Sebestyén Balázsként vagyok. Nem az én előfizetésem. Ó, ez nem újdonság. Több száz hektár földet is lefintás. Elvehetetlen kilátás. Jó, az is igaz, hogy valakinek földet vásárol, akkor valaki csak kölcsön adja a mobil előfizetését. Tehát nem a saját nevemmel vagyok, érted? Nem mondom meg, hogy kivel vagyok. Így van. A női neveddel? Igen. Valaki csak visszaveszi azt, amit a komcsik elvett. Igen. Látod neked, mert tudják, hogy Rákóczi. De hát én vállalom, hát most miért ne? De azt nem tudják, hogy ez melyik Rákóczi, de Rákóczi. De hát én ezek a rutinostok lenni, és mindig azt mondom, hogy igen, az. Az a Rákóczi. Na mindegy, jól van, befizetem, értem én. Jól van, vettem a jelzést, oké, intézem. Ezt most nekik mondod, vagy nekünk, mert bennünket nem zavar, ha nincs telefonod. Megyek, befizetem. Nem a pénz, ez nem a pénzről szól. Ha valaki ezt mondja, most arról szól, hogy a pénz, ez nem a pénzről szól. Lojalitás. Azt elismered, hogy a pénz az jár neki. Az emberségről. Ja. Tessék? Azt elismered, hogy a pénz az jár neki. Na most melyik kényvet egy szolgáltatást, fizest ki, hogyne? Már várom a pillanatot egyébként, amikor most mennek be majd reggel, nem is tudom, 8 óra, fél óra múlva mennek be, és ott figyel már mindenkinek a gépén az e-mail, csak annyi lesz benne, befizeti. És mindenki egyszer egy... Jó van. És marad is? Marad. Nem arról szól, hogy mi marad, vagy mi nem. Na jó, oké. Okay. Nem az életkemény Balázs, te vagy Csicska. Köszönöm a hozzászólást, és köszönöm, hogy megértőek vagytok. Na, de nyilván mindenkinek van tapasztalata a különböző előfizetésekkel, számlákkal, közműcégekkel, háború, viaskodás, be nem fizetett 100 forint, kikapcsolt áram, télvíz idején. Írjátok meg, hogy milyen tapasztalatok vannak, jó? Ez szerintem egy örök harc. Ember, az. Előfizető és szolgáltató között, ugye? Vannak, akik azért jól működnek, vannak azért, akik korrektek, de általában sokan harcolnak különböző típusú szolgáltatókkal. Nem is azért, mert a szolgáltató rossz, hanem mert neked valami nem tetszik, ő egy kicsit máshogy gondolja. Ember és szolgáltató az nagyon más. Pedig találkozniuk kéne, sokszor találkoznak is, de mégis sok harc van azért, nem? Ezt levonják, többet vonnak, rosszul szedik be, elveszik a csatornádat. Rengeteg háborúról tudni.
amikor az ember harcol. Úgyhogy ezt írjátok meg nekünk, jó? Hogy kivel mi történt? Kivéve a Rákócziékat, mert náluk nem történt. Hát figyelj, be kell fizetni aranyelőfizetel. Érted? És akkor nincs baj, gyerekek. Jó fejnek kell lenni, aranyosan megkérni. Tegnap is bent voltam a telefonos szolgáltatónál. Nagyon helyes srác, mindent elintézett, beállította a telefont, hogy gyorsabb legyen rajta a net. Mert kedves vagy, mert odamész, mert embernek tekinted. Nem egy szolgáltatónak, érted? Hanem ő egy ember. Bementél, hogy valaki állítsa be a telefonon? Nem azért mentem be, hanem kellett valamit el kellett intéznem. Nem tudtad, hogy kell bekapcsolni 3G-t. Ja, van olyan, hogy 3G. Ember, a neten Ferencem, nagyon jó, hogy itt van, kapcsoljuk be 3G-t. Van ilyen, hogy 3G. Nem, elnézést kérek, jó napot kívánok. Kicsit halk a telefon, itt az oldalt rákocsírok. Ezt a gombot nyomogat. De látod, lehetne, az tök mindegy, hogy mi a problémád. Lehet az, hogy te hülye vagy, megoldja. Nem értesz hozzá. Megoldja, mert ember... Nincs kimenő, még nincs bejövő. Vegyek ki repülőüzemmódba, Rákóczi úr, és már is minden működni fog. Köszönöm szépen, és akkor megvagy. Érd, az mindegy, hogy mi a probléma. Létezik, elnézést, jó napot. Létezik, hogy csak szelfiket lehet ezzel a telefonnal csinálni. Mutatom, ezt megnyomja a kicsi kamerát, és már meg is fordul. Ismét egy új világ. Viszont holnap is jövök, van még kérdésem. Na jó, van. 7:30 pontosan, 4 perce várjuk az SMS-eket, jó? Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és... Hát forra levegő a stúdióban is egyébként, valószínűleg a stúdión kívül is. Egy borítottál egy méhkast. A linkek ne borítsanak méhkast. Milyen méhkast borított? Az, hogy nem hajlandó befizetni a számláját, és kikapcsolják a telefonját. Gyerekek, álljunk már meg, nonsense, amiről beszélgettek, de tényleg. Nem. Egyszerűen csak arra célzok, hogy egy áll problémával egy sok valódi problémát is sikerült a felszínre hozni. Ja, az úgy be. Én csak azt próbáltam szemléltetni, hogy ez egy örök harc. Ha bekötötted a tévét, az internetet, a telefont, az elműt, a gázt, a mit tudom én, akkor onnantól kezdve egy harcban vagy. Fel kell venned a harcot, és minden egyes ponton, minden egyes csatornánál, minden egyes gázszámlánál, gázóra leolvasásnál, villanyórá, behelyezés, kihelyezésnél ott kell lenni, résen kell lenni, mert nem egy oldalon állunk. Figyelni kell. Na, hát ez egy ilyen világ. Itt embernek farkasait felzabálnak, ha nem vagy résen. Felzabálnak. Figyelni kell. Egy adat vagy, igen, egy szám vagy, és azonnal rendezik, és a sorokat, és kikapcsolnak, és vége. Ilyen fura értetlen dolgokat azért tapasztal az ember hétköznap is. Például van ugye ilyen éves vagy féléves leolvasás és bizonyos szolgáltatások tekintetében, ugye kijön az óra leolvas, és független attól, hogy te mondjuk havi bediktálás mellett döntöd, és interneten keresztül mindig lejelented az órának az állását, ők azért fél évente, évente ezt ellenőrzik. Következő kaptunk egy értesítést, ekkor és ekkor jönne az óra leolvasó. Sajnos nekünk az időpont nem volt jó, ezért bedobtak egy értesítőt, hogy jó, abban az esetben, hogyha nem vagyunk otthon, akkor lejelenthetjük interneten. Mert hogy megbízik, hogy benned, látod? Jó, de addig is interneten jelentettük le, akkor minek kell kijönni az óra leolvasónak, ha egyébként elfogadják interneten mert keresztül hát, ha hazudsz. Érted? Nem az éves nagy óra leolvasás volt, nem minden év egy évben egyszer kijönnek igaziból leolvasni. De rajta volt az értesítés, hogy abban az esetben, hogyha nekünk nem jó az időpont, akkor lejelenthetjük az interneten, és ja, addig értem. Mit csináltunk? Jó, nekem van többfajta összeesküvés elméletem is. Még egyébként mondjak egy-kettőt? Na, alig várom. Legyen ez mondjuk a jövő héten ugyanilyenkor. Legyen kedden, legyen szerdán a 7-8-ig mindig Bali és a különböző szolgáltató. Bali elméletei. Hogy van az? Csak kérdezem. Hangosan gondolkodva. Jó. Parancsolj. Ülsz egy társaságba. Érted, ülsz. Nem állsz, ülsz. Te ülsz. Nem fekszetek? Nem fekszel. Nem is fekszik senki, nem áll, ül. Ülsz egy társaságban. Aha. Vagytok mondjuk 4-en. Igen. 4. Nemek aránya? Ketten 38 évesek. Ketten 24 évesek. Igen. Van egy szőke, egy barna, egy vörös és egy fekete. Uh-huh. Kettő fiú, kettő lány. Melyik? Igen. Hogy van ez? Nagyon jól, jó, szerintem jól van. Most még jól nagyon van. Jó, a két fiú, két lány, az jó. Mondom. Megjön az SMS-ed a szolgáltatótól, elhasználtad havi internetes előfizetésedet. Uh-huh. A 80%-at, 90%-at elhasználtad, már csak 10%. Tehát elérted azt az adott forgalmat, igen, amit azt az adott forgalmat. Úgy, hogy mondjuk nem nyúlsz a telefonodhoz. De ugyanúgy felajánlja, hogy vegyél 500 megát ezen a számon X forintért. És most jön a csavar, mert volt olyan történet, amikor ugyanaz az SMS ugyanabban a pillanatban még két vagy három embernek a környezetedből megérkezik. Uh-huh. Hogy hirtelen mindenkinek pont ugyanakkor fogy el a kerete? Csak kérdezem.
Na? Ez most tényleg meg... Tehát, hogy ezt tényleg nem érted? Micsodát? Azt, hogy egy szolgáltató egyszerre... ma Magyarországon... Nagyon sok szolgáltató. Mondom, nem. Ma Magyarországon átlagban mindenkinek kettő előfizetése és telefonja van, még akkor is, ha neked is egy van, meg nekem is. De van, aki már vett 5-öt, 6-ot, 8-at, 10-et. Igen. Az azt jelenti, hogy 20 millió, vagy mondjuk jó, 9 millió vagyunk, 18 millió ilyen előfizetés van, aminek a jelentős része az internetes. 365 nap van egy évben, ha elosztod, akkor az azt jelenti, hogy naponta több, mint, mit tudom én, 100 000 előfizetés kötődött meg. Hát miért ne lehetne nektek hármótoknak ugyanazon a napon a fordulónapja? Miért nem? Nem érted, mert hülye vagy. Oké. Végül is. Igen. Tehát valaki mondott egy ilyen számszaki érvet, nem, a másik meg vitatkoznék, de nem tudom. Figyelj! Gyerek, húzzál már innen! Mi a francot képzelsz magadra? Nem na, a számla vagy. Forduló van ugyanazon a napon, hanem az hogy van az, hogy egyszer, nem az minden, hogy van az, hogy egyszerre abban a pillanatban egy társaságon belül négy ember hirtelen ugyanabban a pillanatban ki. Használja el egyébként az internetes. Én azt akarom, hogy így beszéljenek velem. Tehát amikor én bemegyek a szolgáltatóhoz, mert én ebből értek, meg különben vitatkozok, de hogyha valaki bemegyek egy szolgáltatóhoz, mi a hónap forduló? Hogy van ez? Mert hülye vagy. Akkor hát, ez nem a hónapfordulóhoz kötött, hanem ez egy adatforgalmi mennyiség. Ja, semmi köze ennek a hónapfordulóhoz. Mert ezt ez nem külön van, érted? Összevárja, amíg az adott, és egy SMS-t küld ki egyszerre. Nem éri meg neki. És egyben felszólítja azt a lényem, mert hogy természetesen te megveheted a plusz forgalmat. Hát az benne van az plusz forgalmat, ennyiért vegyél még 500 megát, de ugyanakkor az a négy ember nem internetezett, nem használtad éppen a 3G-det, senki nem nyúlt a telefonjához, és még 10 emberből 3 mit kaptál? Én is, de fura egyszerre hát kaptuk meg, hogy elhasználtuk. Ki, amikor vége van, hát majd mit gondolom, hogy figyeli így a netedet, hogy hopp, most átléptem hát igen, ez, azt feltételezem, hogy én mondjuk hát használom a 3G-t, és figyeli. Látja, hogy megy az adatforgalom, és ezt csak rám küld, hogy ho-ho, Feri, vége? Vigyázz, mert egyébként én Feri néven vagyok az előfizetés. Feri néven van az előfizetés. Kedves Ferenc, jelezzük, hogy ön most 3G-t használ, elhasználta. Csak úgy kérdezem. Jézusom, neked is volt valami kis futókaladott kedves Ferencet, és elfizette neked ezt a... Nézd, hát annyi mindent kaptak már a sugárbőrdes lányok, hogy én is beálltam a sorba. Egy Porsche Cayenne-ér az ember azért nagyon sok mindent bevállal. Sok kompromisszumnak. Na mindegy, szóval ezt akartam csak jelezni. Ezek csak ilyen kis összeesküvés elméletek. Érdekes. Nem lehet, hogy szolgáltatott bepróbálkozik, hogy hát ha... Én azonnal megrendelem, mert nekem kell a 3G, tehát én előfizetek még 500-ra. Csak aha. Hogy hirtelen, na mindegy. Figyelj, hogyha azonnal megrendeled ezt a plusz szolgáltatást, akkor esetleg nem lehetne, hogy azonnal befizeted a számláidat is? Mert ha már úgyis bemész. Ha már úgyis ilyen. Befogom, de ez nem arról szól, hogy nem akarok fizetni. Jogkövető vagy. Balázs, te még nem tudod, mi az a küzdelem, írja egy hallgató. Még nem harcoltál a navval. Kitartás, úgyis gyenge vagy, írta egy nagyon szépen köszönjük. Kedves Sebestyen Balázs, kérjük egyenlítse ki a 18 év fennálló számlatartozását, mert minusza nem tudjuk megszüntetni a céget, írta a Matáv. Köszönjük szépen. Én úgy jártam, hogy befizettem a számlát, majd rá két hónap múlva kikapcsolták. Egy hónap várakozás után ráuntam, bementem a csekkel, és kérdőre mondtam őket, hogy miért kapcsolták vissza. Megnézték a gépbe, azt mondták, hogy nem fizettem be, ekkor eléjük tettem a csekket, majd nem győztek elnézést kérni, és azonnal visszakapcsolták. Aztán én már nem kértem a visszakapcsolást, csak az előfizetésem lemondását. Tehát itt is valószínűleg valamit elnéztek. Költözés miatt hoztam a szolgáltatót magammal áthelyezésen, mindkét címre számláztak, mire beismerték, hogy hibáztak, már bírósági behajtón voltam. Nem volt egyszerű ebből kijönni. Zsolti küldte nekünk. TV-szolgáltató, egy-két napos késéssel fizettem be a számlát, újra kiküldték, nem figyeltem, azt is befizettem, majd jött egy értesítés, hogy ugyan túlfizetésem van, de a késés miatt fizessek be 780 forintot. Duplán fizettem, mégis megbüntettek. Hát azért ezek érdekes, ezek érdekes dolgok. Én azt utálom, hogy szánalmasnak tartom, hogy a vevő megkérdezése nélkül megkötik a készülők biztosítás az új telefon vásárlása esetén. Így jártam novemberben, vettem egy almás telefon, majd egy hónap múlva eszméltem rá, hogy van készülők biztosításom, pedig nem is kértem, nem is kérdezték meg, hogy kérek-e. Azonnal bekötötték. Mikor bementem lemondani, mondták, hogy 3 hónapig nem lehet lemondani a készülőbiztosítást, tehát hogy automatikusan rákötnek és bejelölik azt az opciót, hogy te kéred. Gázműves harcom van, késedelmi kamat 180 forint miatt. Kikapcsolták a gázt, a számlán a szöveges részbe írták be, hogy utaljam el, holott minden más csekken fizetek, nem olvastam el, 2 hónap után nem volt fűtés, kibekapcsolás plusz 30 000 a 180 forint miatt.
írja egy hallgató. Hát azért ez is elképesztő. Párom leutalta a számlát, elfelejtették lekönyvelni, kikapcsolták a telefonon, bementünk a szolgáltatóhoz, 17 ezer forintért kapcsolták vissza. Az mondjuk egy kicsit soknak tűnik. Hát a babaszeg benne volt az is, amit nem fizetett be, vagy... 17 ér visszakapcsolni. Igen, 2 évenben terhére túltettem magam azon, hogy kicsesztette velem a volt szolgáltatom, ti pedig felpiszáltátok a parazat, és fél perc alatt újra gajra vágtatok idegileg, rohadjatok meg. Nagyon, köszönjük. Együtt egymásért. Mi és ti, hallgatok, és a műsorvezetők, milyen nagy család vagyunk. Igen, Balázs, ha igazán törődésre vágysz, hívd a Providentet. Soha nem szabadulsz tőlük. rendszeresen hívni fognak. Áramszolgáltatónál még általányt fizettem, a havi 25 ezer volt, elszámoláskor 48 ezer ráfizetés. Mióta havonta leolvasom az órát, 8-10 ezer a számla, és nincs elszámolásnál ráfizetés. Hmm. Hogy van ez? Kérdezi Szilvi. De ez is egy jó kérdés. De ennek nyilván egyébként utána lehet számolni, az ember mennyit fogyaszt, nem? Kilovatban áramot, és akkor azért hát, az ki tudod magam, aztán megvan adva, hogy az mennyi egységenként, és akkor azért az föl tudod szorozni. Persze, meg jelenleg, hogyha interneten keresztül havonta diktálod be például a villanyórát, gázórát, már lenni az állásukat, akkor te látod az előző havi lejelentett adatot is. Azt mondja, hogy az elműnél legalábbis. Uh-huh. Úgyhogy én például a havi bediktálás mellett döntöttem, és én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Nektek nem fogy el a havi adatkeretetek? Nem? De, nekem nem, a BK-nak mindig. De nem az, hogy évekig jó volt a havi adatkereted, és most 1-2 hónapja hirtelen elkezdett elfogyni? És mindig rendelj 500 megát? Nem. Többet netezel. Igen. Van egy csomó applikáció a telefonodon, amit hogyha nem tüntetsz el, tehát nem lövöd így föl, tudod a képernyőről, nem hatástanítod, akkor ő automatikusan például információt cserél, adatot cserél, igen. És olyankor megy az internetet. Csak ezt ugye az átlag polgár nem nézi meg, hogyha kettőt nyomsz a nagy gombra alul, akkor kiadja, hogy melyek azok a programok, amik most éppen mennek. Tudom. És ha egy csomó ilyen... Én mutattam tudom, na, van. Hát akkor te tudod, de hogyha tudod, hogy egy csomó ilyened van, akkor ezeket létszik. Ezeket be kell föl kell küldeni. És akkor nem lesz adatforgalmad. Hát persze. Jó, hát csak én vagyok paranoiás. Egy kicsit. Hát nem. Figyeljetek, én az ügyintézés részétől fázom a legjobban. Tehát, hogy én ezért fizetek be mindig mindent, akár egy nappal korábban is, mint hogy kiküldenik. Igen, azért bemegyek a szolgáltatóhoz, és meg kikérem a számláimat, és ott készpénzben be. Ugye, ki is fizetek. És értse meg, 27-én van a számlazárás. Nem, 20-a van, én ma szeretném kifizetni, te egy másik végre. Ha kifejezetten felidegesít, hogy még nincsen diktálás. Szak, és én már be akarom diktálni az órának az állást. Beteg vagy. De én attól tartok. Diktálási időszak minden hónap 6-ától 10-ig, te 4-én reggel elkezded őket hívogatni diktálni, és a 8. diszpécser rá, hogy értse meg, uram, még van 2 nap. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megjöttek már a belépők? Hova? Az agrárgép súra. Ott a helyem. Traktort akarok nézni hétvégén. Imádom őket. Próbálni, nézni, fölmászni. Fölmászni, viszem Benit, elmegyek. Traktort fogunk csodálni. Mi van a pupoddal? Jól van, köszöni szépen. Na, így, hogy így megkérdezem. Milyen gyerekek, basszus, itt tényleg nem? Bejutott a kis pupom. Hát most aranyosan megkérdezem. Öregszünk, hát mi van a derekaddal, mi van a csípőddel, mi van a pupoddal. Jó lettek, hol a netek? Vércukor? Hogy van a cukrod, milyen lett a vizeletleleted? Hát gyerekek, öregszünk, hát mit csináljunk? Na, mi van? Tegnap voltam doktor bácsinál. És azt mondta, hogy ezt halod a hátad mögül. Igen, mondtad, hogy doktor úr, adjak egy kis édeset? Igen. Hát, itt mondod, mert ragadjon ennyire össze a száján. Kocsi úr, arany lakodalom már nem lesz. De mondom, előbb az elsőt kéne megülni, ja, ahhoz, hogy legyen arany. Levetkőztem a doktor úrra, megnézte, és ezt halod hátulról. Mondtam, hogy az, hogy Marika jöjjön ide, ezt nézze meg. Ilyet még nem látott. Amit nem akarsz orvost állagadni. Igen. Szóljatok mindenkinek, jöjjenek be. Ezt nem hiszitek el. Fényképezőgépet. Igen. Így van. Jobb, mint hogy azt hallottad volna, hogy anyád, nem is rossz. Igen. Érzi az ujjam, Ferenc? Érzem, de nem ott van a púp, doktor úr. Úgyhogy ez van, egy hét pihentetés van neki, le kell nyugodjon. Mi az, hogy pihentetés? Hogy nem, a doktor úrnak, mert hogy ilyet még nem látunk. Most egy hétig nem tud jönni kivel. Föl kell dolgozni. Ferenc, szóljon a púpnak, egy hétig pihenjen. Hát mi az, hogy hétig pihentetjük a púpot? Vigyázni kell a púpomra egy hétig, hogy ne gyulladjon be, és akkor utána kiment belőle az a gyulladás, ami most van, akkor vége. Jaj. Akkor annyi. Tegnap láttam egy kis videót.
videót, illetve nem láttam végig a videót, egy percet se tudtam belőle végignézni. Az egyik kedves hallgatónk átküldött, nagyon szépen köszönjük a többiek nevében is, majd átküldöm nektek, és egy kis videót egy ilyen púp eltávolításáról. Hát nem tudtam végignézni. Ne küldd át, légy szíves. Mire pihentetjük, hogy azért, hát hogy... a visszavonul? Aha, hát egy kicsit megnyugszik. Nem, hátra lefial. Hát, ha lesz több púp, és akkor egyszerre többet tud kivenni, mert tokkal együtt kéne kivenni a púpot, de ha be van gyulladva, akkor a tokot nem... Uh-huh. Na, értem. Hú, gyerekek, ilyen a B-oldal. Aha, ez már rám is. Ez a B-oldal. Ez. Púpok, fekélyek, kelések, orvosok, vizeletleletek, rüh, atka, és mi, ez van. Tényleg ez van a B-oldal. Hát ebből megváldás, hogy néhánynak is pipáltak. Az utolsó kettőt egész biztos. Piros pöttyök, fura helye. Szóval ez a B-oldal, hogy elindul. Ez. És nem is tehetsz róla, mert egyszer csak ott van. Érted? Tehát, hogy ez nem egy ilyen szerzett dolog, ez egyszer csak jön. Nevezzük el a púpot valahogy. Hogy? Mi legyen? Mit tudom én? Hát adjunk neki nevet. Hozzuk közelebb. Második rákocit. A kis rodostó. A kis tekirdág. Ugye, te mindig együtt vagytok, akkor legyen Mikes Kelemen. Mikes Kelemen, igen. Szóval valami neve legyen, hát nevezzük el. De valami kedveskedőt, ne ilyen hosszú hivatalos. És valami most, kis aranyos. Most beszélsz az, egy léci kicsi púpon vonulj, igen, vissza, hogy nem ütsenek meg. Van ilyen, hogy este beszélgettek? Én vagyok a te púpod, na, legyen hozzám kedves, visszavonulok. Van ilyen, hogy dumáltak? Persze, már nem merek hátra feküdni, hogy megnyomjam. És gyerek befele, hogy apa, jól vagy. Jól vagyok, csak a púpommal beszélgetek. Egyedül vagy bent? Igen. Mondd neki, hogy én is itt vagyok. Tényleg van olyan, hogy hangokat hallasz a fejedben, és azt gondolod, a púp beszél hozzá? Van ilyen? Persze. Hess innen, menj innen, menj innen. Én vagyok a te púpod, nem menekülsz tőle, nincs. Nincs ilyen, hogy beszél hozzá azokat a kódra. Túlsolás. Na, ne ezt a meleget már nem bírom. Igen. Ne ezt már sok. Vigyél ki a gőzből, kis gazdám. Vigyél ki a gőzből. Innen azt a gyökérkefét, el innen. Félek az appantól. Félek az appantól. Úgyhogy így van, nyugszunk, és gyerekek, utána vágunk. Jó van. Így múlik el a világdicsősége. Nem szabad túlságosan megöregedni. A kutya fáját. Pupi. Pupi. Legyen pupi. A kis pupi. Mert az olyan azért... Ne, akkor a kis pubi. 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 A kis pubi. Jó, pubi. Pubi. Pubikám. Újra hosszá pubi. Pubikám. Pubi. Hogy vagy kicsi pubikám? Hogy le pubi. Pukli. Puk. Pukli. Miért? Kínai? Hát, ha ki tudja, pukli. Kínából emigrált, érted? A kis pukli. Pukli. az nem jó? Pukli. Kis gömbölc, ilyenek, nem? Valami legyen. Tudod, hogy egy kis gömböc főz fel, mert mindenki a padlás, azt mindenkit felzabál. Igen, de ez az, hogy mindenkit fel most a púpomat. Mi lesz, ha egyszer ez a púp öntudatába ébred, bekebelez téged, és begurul ide holnap egy púp? Felveszi a szemüvegedet, de már nem Feri lesz. Feri lesz belül, és a púp lesz kívül. Vagy én leszek a púpon. Nem, a púp megzabál téged, bejön, és azt mondja, hogy sziasztok, én vagyok az új társatok, a púp. Hát hol van Feri? Lesz, itt van bennem. És te leszel a púpon. De téged is meg, akkor benneteket is te meg fog enni. A púp megmutat, ma kéri, hogy nézzünk meg téged, fölhúzzuk a púp pulóverét, és ott leszel egy kicsi Feri, ott fog ránk nézni, hogy mint Han Solo befagyasztva, hogy szabadítsunk ki téged. És a púp próbál majd itt beszélgetni velünk. Mentsetek meg, mentsetek, az orvos el akar távolítani. Feri, add vissza, Feri, fúrjuk a púpon, arra, ne kérjétek! Vágjátok fel! Mi van, ha igazából te vagy a kinövés a púpon? Hát nem lehet, én voltam előbb. Ezt nem tudjuk. Hát de én tudom, nekem nem volt púpom. Nem lehet, hogy a fejlődés történetedben egyszer átvetted a szerepet, de igazából te púpként indultál? Tehát hamarabb előbb volt a púkli. És tehát én a púp jött, előbb ránőttél, majd áttetted a hatalmat. Aztán én nagyobbra. És most történik meg a visszafoglalás. Aha. Ezt már én is ugyanúgy hallgatom, mint ti. Tehát ez púp versus Feri. Aha. Godzilla, aha, me a Godzilla. Tehát volt egy jó 40 évem. Predator. Egy jó 45 évem, amikor én átvettem az uralmat, de igen, most megjön a púp. Tehát a szüleid nem merték megmondani neked. Felszálltak egy vonatra, és együtt robogunk. A szüleid nem merték neked megmondani, hogy te púpként születtél. Aha. Bár erre néha herautóéneket hallottál, édesapád. Amikor költözel innen, igen. Púpagy a hátamon, ezeket hallottad, és itt te öntudatodra ébredtél egyébként. Azt írja meg, hogy most léptél pubertáskor. Pubertás. Én vagyok az apád, púp. Jaj, képzeljétek el, olyan kedves ajándékot kaptam, ezt meg akarom veletek osztani. A Vasas elnöke, László, Markovics László, nem tudom, remélem, hogy nem maragszik, ha bemondom, megtalálta valahogy a sportorvosi igazolványomat, és elküldte
az 1987-es Vasas SC Sportegyesület igazolását, ami egy magyar testnevelési sportszövetség tagsági könyve a Birkózó klubból. 30 éves, lassan. Lassan 30 éves. Jövőre 30 igen, éves. Igen, ezt nem számolt. Igen, hát látod, ezért ez a pár kimaradt matekóra, hogy megosszulja néha magát. A rohadt életben. Akkor nem kell eljutom a pillanatig, hogy szorongani kezdjek. 87. 1987-ből az első sportorvosi orvosi igazolásokat, hogy versenyezhetek. Bepecsételték, 88. január 27-én pecsételték be az elsőt, hogy versenyzésre alkalmas vagyok, és elküldte fotóval. Hát a fotó azért az... Jó, nagyon... de szép gyerek voltál te! De szép macska vagy, Sanyi! Azt a mindenit neki! De jó! Figyelj, ez, hát a fejforma már megvolt akkor is, mutasd! 87-es fotó, nézd meg. Mutasd. Fehér pöttyös ing gallérként kirakva. Aha. Közvetlenül előtte beszakították a hidadat valószínű, mert kicsit durcás arcot vágsz. Apám valószínű leültetett a pillére, megfordította, és ahogy forogtam, egy helybe tartotta az orrót, és csak így körbevágott, amikor mindig ugyanoda ért a homlokom. Minden egyes fordulásnál vágott egyet. Figyelj, zseniális arcod van, erre az arca ez van írva. Én balettozni akartam. Rohadjál meg, kicsom van azért, persze. Figyelj, zseniális. És komolyan meghatottam. Ez tényleg, ez egy szép dolog a Markovics úrtól. Nagyon. És köszönjük szépen. Azt is jelezte, hogy egyébként nagyon szívesen tataroznak végre a birkózócsarnokot, úgyhogy jól lenne, hogy 87 óta elmaradt tagdíjat befizetni. Hát sajnos azt a birkózócsarnokot már nem tataroznak, mert úgy, hogy van a box csarnokkal és a birkózócsarnokkal elbontották. Igen. De lett új. Azt nem tudom, látod, de én azt kicsit megsirattam. Mi oda jártunk birkózni? Aha, Vasasba. És ott a Fáy utcánál építettek igen, új birkózócsarnokot. Te is a púpod? Ne, a gyerekek is. Ja, bocs. Szóval nagyon, nagyon, nagyon helyes volt, olyan aranyos volt, tényleg. És ezt megőrizték azóta? Ezt nem tudom, hogy került hogy elő, valakinek a kezébe akart. Zseni, a gyerekek zseni. Azért az a kép, az sírós. Figyelj, sírósan magáé, ugye? És itt vannak egy kis bélyegzők, és versenyeztet a lányokat. Nagyon jó. Igen, a női sportorvosi engedély megadva. Figyelj, megadva. Ez zseni, tök jó dolgok, amikor így előkerülnek ilyen régi kis kordokumentumok a múltadból, nem is számítottál már, hogy ez megvan. Figyelj, add oda nekem, akkor meg is lesz még egy pár év múlva. Nem, ezt elrakom. Ne, zseniális. Zseniális. És eleve nagyon hiányzik maga gesztus. A birkózás, meg az a fajta mozgás. Csak nem akarok lemenni ilyen 18 évesekhez, akik... Csúnyán megvernének. Rommá hajtogatnak, de én azért azt 6-8 évig üztem, és nagyon hiányzik maga az a fajta mozgás. Keresek egy olyan helyet, ahol ilyen szenyor birkózó klubban, és akkor le tudsz menni kicsit velük edzeni. De olyat keres, aki szintén úgy nem edzett, mint te. Mert hogyha valaki végig edzett a 40 éves koráig, véged van. Ahol ilyen taták, tehát 38-ason lemehetsz egy kicsit úgy birkózni, hogy vannak, akik már régebben birkoztak, szeretik ezt a mozgást, amit nem versenyző közt 16 éveseket. Jöjjön papa, tudod. De nem, vannak nagyon komoly Masters versenyek, tehát simán lehetsz Masters, EB, Európa bajnok, ja, nem, bajnok, de nem akarok, bajnok. Nem, dehogy is, nem, csak lemenni mozogni, nagyon szerettem azt a fajta mozgást. Úgyhogy ezt majd felteszünk, köszönjük nagyon szépen. Jó. És igen. Az inget, nekem még mindig van ilyen ingem. Hát te konkrétan így öltözöl. Hát, ahogy én öltöztem 87-ben, te így öltözöl 2016-ban. Fehér ing kirakva, kis gallérre. Igen. Ez a kép most marhára megfelelne. Van egy ilyen Facebookos felhívós dolog, hogy azt mondja, hogy 5 képet kell közölni, ami 15 évnél régebbi rólad. Minden nap egy képet kell közölnöd. Valaki kihív, emlékszel? Csak ugyan... Balázsról lehet? Nem! Mindenki saját magáról kihív. Téged a Facebookon. Ez az Ice Bucket Challenge, ez hasonló hát, kihívós. Igen, annyira nem veszélyes a dolog, mert abban ugye volt, aki bele is halt. Itt az van, hogy ha én kapok egy ilyen kihívást, akkor azt kell teljesítenem, hogy 5 napon keresztül magamról 15 évnél régebbi képet kell kirakjak, és minden egyes képhez ki kell valakit még hívjak. És hát állítólag nagyon-nagyon vicces képhalmazok kerülnek elő. Tehát... Retro Picture Challenge. Ennek az értelme, hogy akkor 5 napon keresztül te posztolsz. Igen, egy ilyen képet magadról. 15 évnél régebbi képeket. Igen, lehet csecsemőkori, lehet, aki mennyi, ugye ki hol tart most az életében éppen. Tehát akkor nektek ilyen 40 év körüli képeket kell. 30 alatti, te! Most vagyunk 45-ök. 40-es képeket kell kitenni. 30. És ezt valaki megnyeri, vagy ezt teljesítened kell, ha téged kihívnak? Igen. Hát, ilyen hülyeséget. De figyelj, miért? Hát ez ha másért nem, azért, mert marha vicces egyébként végignézi, főleg közszereplők esetében. És én ezzel most ki tudlak hívni? Tehát én ezt felteszem az Instára, vagy a Facebookra, én ki tudlak hívni? Igen. Azt mondod, hogy állom a kihívást, itt az első képem, és kihívom Vadon Jánost. Vagy a zsút. Így van.
figyelj, lehet ez az első, lehet a második egy vitel, egy függönyhajú, Z pluszos, aztán egy cseréptörést vállalok, promófotó. Ez jó, azok voltak már 15 éve. Neked 15 évvel ezelőtti képét milyen van? Milyenek vannak? Semmilyen. Játszol a malacsal? Aha, nem játszom vele, földolgozom. Udaloztok a hólyat? Nem, igazán nem csinálnak el, hogy hívják, hogy három birkából és két malacból egy saslikot. Egy kolbásszal a nyakadban rúgdosol egy lúdlákcsontot valahol? Fejpen, igen, felfűzőket egy kopjár. Te meg hosszú hajjal, nem tudom, avar sepersz? Vannak azért avar. Nem, hogy nem izét, trágyát villázom. Avarok. Trágyázol valahol igen, nagyon messze. Apámmal merjük a kerti budit. Fakadál a kezedbe, tehát mit tudnál kitenni? Jó, én kihívlak benneteket szívesen, én nem vagyok Facebookos, nem Facebookozom. De akkor én kirakom ezt az Instára, és tekintsétek ezt kihívásnak, tehát ti is akkor hozzatok. Nem kell ötöt, egy valamit villancsatok, jó? Jó. Én ezt a 87-es képemet szívesen megmutatom. Akarsz most egyet előlegesen? Csak te is a szamár? A kazal mellett? Hát én is a szén a kazal, hogy mi a két ilyen. Jézus, atya úristen. Ez 94-es, a Bozsoli Novorallin voltam, kérlek szépen. Egy Alfa Romeo van, mint az a háttérben jól látható. Azt nézd meg. Atya úristen, neked jót tett, hogy öregszel. Azt nézd meg azt a képet. Azt a mindenségét neki. Azt mondja, jót tett, hogy öregszel. Komolyan, tehát jót tesz. Na, adjad neki, Jani, adjad. De most nem. Az én vagyok, igen. Atya úristen, és ezután még hány rész jött a Harry Potterből, ahol Hagridot játszott? Nagyon. Fura. Ugye? Igen, de ott vagy benne valahol, nem? Én vagyok ez is. Nagyon kemény. Még milyen kívásokat találnak ki? Tehát igazából tényleg sok értelme nincs. Semmi. Van, aki ezt szégyelli, vagy van, aki nem mer kitenni ilyen képeket? Hát inkább vagy... az, hogy egy közös útidézés, mint hogy neked is milyen jó volt, hogy ezt a képet megkaptad. Úgy az ember ilyen elfeledett képeket elővesz, hogy keresgél, hogy mit rakjon ki magáról, és akkor azt mondja, hogy úristen, ez is én voltam. Hát szerintem ez olyan hülyeség, amikor valaki nem vállalja fel, hogy milyen volt. Tehát, hogy azért vannak sokan olyanok, akik azért nem szállnak ebbe bele, mert azt mondják, hogy basszus, nem előnyömre vált, vagy előnyömre változtam, de hogy régen hogy néztem ki, meg ízé, akármi. Tudod, tehát így ilyen, szerintem főleg, most ezt akartam, hogy főleg hölgyeknél, de nem. Szerintem a pasik jobbak ebből a szempontból. Tehát milyen slank voltam még 20 évvel ezelőtt, akkor most már nem rakok fel képen, akkor látják, hogy mi lett belőlem, meg hova fejlődtem vissza, úgymond. Vagy de lehet, hogy valakinek jól rám jött a Feri. Nézd meg. 20 év. Igen. Ugye? Kifejezetten jót tesz, ahogy jót tesz, ahogy öregszel. Na, hozzá te is egyet, jó? Jó. Valamit, nem tudom. Akkor még hosszú ajjal voltál, 15 évvel ezelőtt, nem? Igen. Vagy mit tudom, én állunk apámmal, hogy hívják, az Áfork útnál már. A kis fehér szandálodban, az okridban, a kis bermuda nadrág, a zsebes bermuda gatyádban. Hát akkor nyilván vesszük a olajkájhába, a naftát, kukoricát megyük, lopni. Igen, azt mondja, csülköt eszünk a Kossuth téri piacon. A dinnyét loptok Majosházán, azt a fotót. De így van, tényleg. Lacházáról lopjátok a dinnyét át Majosházán. Igen, amikor az Albert írsa, hajnapban lopjuk a szőlőt. Na, apám ortakat. Jó. Ilyenkor az embert egyébként a hatalmába keríti az érzés, hogy milyen jó lenne, ha az 1987-es éneddel tudnál beszélgetni. Nem szoktatok ezen gondolkodni? Hogy ott van egy ártatlan, szegény, még akkor nagyon naív kisfiú, aki vagyok én, hogy ha majd jön az a bácsi a Margit szigeten, és felajánlja azt az új cipőt, hogy odaadja nekem. Ne megyek az anyukámnak, és mondjam azt, hogy nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Így van. A bácsi azt mondta, hogy menjünk be a zenélő kút mögé. Megkapom ezt az új cipőt. Nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Ne menj be. Nyilván nem, csak hogy milyen jó lenne, ha tudnál vele beszélni, hogy ez milyen érdekes beszélgetés lenne egyszer, hogy te az 1987-es éneddel tudnál kommunikálni, és felvehetnéd valahogy saját magaddal a kapcsolatot, és hogy mit mondanál neki, mit üzennél, miről beszélgetnétek, ő tudná-e azt, hogy egy idősebb énjével beszél, vagy csak te egyszerűen tudod, hogy van az állatkertben 1987-ben egy 13 perces üldögélése saját magadnak, mit tudom én, a zsiráfketrec előtt. És odaülsz mellé, és elkezdesz beszélgetni. Idősebb bácsiként, és beszélsz vele mondjuk 10 percet. A saját magaddal. Ő nem tudja, hogy te vagy, de te tudod, hogy te vagy. Érted? Aha. A szokás. Ugyanaz, mint ahogy igen. A púpommal beszélgetek, tudod? Még egyszer, ne tegyük fel ugyanazt a lemezt, csak más szöveggel. Nem így mondom, a kicsi én nem tudja, hogy az idősebb énjével beszélget, csak azt hiszi, hogy egy ártatlan bácsival beszélget. Te viszont tudod, hogy a fiatalabb kori éneddel beszélsz. És még tudsz neki olyat mondani,
ami esetleg meghatározhatja a jövőjét. Aha. Vagy csinálja máshogy, vagy ne kövesse el azt a hibát, vagy nem, tehát valamilyen üzenetet átadhatsz saját magadnak. Én visszamennék, és meggyőznélek arról, hogy sokkal férfiasabb példaké például a Kozma Pici, vagy a Komárom, mint a Nurejem, vagy a Markó Imád. Nem akartam soha rendezni, de most nem arról van szó, hogy én leülök a kicsi Vadon Janihoz, aki kéreget az állatkertben a borszketrec mellett. És enni vár órán kell, és mondom, felzabálja hát, az összes zúrt sem egét, amit az anyukája azért igen, tesznek, hogy az állatoknak adja. És a galambok elől elveszi a kukoricát, amit a néni kiszór, és azt mondom, hogy János, nézd, így néz ki a kenyér, edd ezt. Tehát én nem erre gondolok, hanem hogy saját magadnak üzenhetsz valamit. Saját magadnak mondhatsz valamit, mi lenne az? Milyen útravalót adnál te a 10 éves Balázsnak, te mint az érett Balázs? Vagy a 10 éves Janinak, vagy a 10 éves Ferinek? Ja, okay. Mi lenne az, mert én megnéztem magamról ezt a képet, és én ezt gondoltam, hogy milyen szívesen beszélnék veled. Beteg vagyok? Mit? Aha, igen, ha beteg már vagyok? Így mondod a magad képre, hogy veled. De milyen szívesen beszélnék veled ott abban a kis ingben, abban a pólóban, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Tessék? Nem mondhatod neki, hogy veled. De hát ezzel a kisfiúval. Érted? Mi lenne az egy mondat, egyszerű, amit mondanátok magatoknak? Hát én, amit mondanék magamnak? Na, még egyszer elmondom, te kis hülye. 92, 37. heti nyerőszámom. Emelkedő számsorrendben a rohadt életben, te antitalentum. Nem igaz, hogy nem tudod megjegyezni. Most meg az elefántokat, az is így van. Most én ezt komolyra próbálom fordítani. Hát milliós csinálni belőle. Ne az, hogy kenózzá, hülye gyerek, kenózzá. Nem erre gondolok, hogy tegyük milliómossá, mert az, nem, nem pénzt akarnék adni a de kezébe. Hát te mész a Rubik Ernő bácsihoz. Elmondod neki, hogy van egy rohadt jó ötlet. De Rubi különböző nem... színű, érted? Nem, de és akkor betársulna, és akkor bemennek kis Janika. Ernő bácsi, Kéne csinálni egy kockát, különböző honnan van az ötlet? Én mondtam magamnak. Mi van? Én mondtam magamnak, csak az idősebb én nem mondta, a fiatalabb én nemnek, aki most vagyok én. Jó ötlet, ám, csináljuk meg. Szerződjünk le a Politech-kel. A kínaiakra vigyázzunk, mert komoly konkurencia lehetnek. Bekerülünk majd a Modern Művészetek Múzeumába. Aztán milliómosak leszünk együtt. Ne csap bele, Ernő bácsi. Már repülnél. És így van. És az öreg egy vasvillára húzott ki ez a lényeg. Dobjátok már ki a kis retardot. Adjatok még egy fél sonkát zsemlét, azt vigyétek innen. Hogy mi lenne az? Tehát most nem erre gondolok, hogy tedd meg izé kincsemet, nem tudom. Jó, oda visszamenni. Ahhoz, hogy azért nagyon messzire kéne visszamennünk az időben. Fej, már ezt adhatná magának annyi idős. Tedd meg kincsemet tétrehelyre befutó. 1916-ban a Lovin tétrehelyre befutó a 8-es kincsem, tedd meg. Mi lenne, de csak tedd meg az Antantot Versailles-ban. Nem pénzt adni magunknak, hanem valami olyan mondatot, hogy... Ne írd alá az OTP-s szerződést. Jó, igen, vigyázz, hogy nem izahítsa le. A pénz. Látod, de megint. De ezt ilyen nem bemondhatsz, hogy... Tehát úgy olvasni, hogy egy gyerek lesz majd egy gonosz bankos valahol a 8. kerületben devizahitelt akar rásózni, ne írd alá. Nem, valami van, nem tudom én sem. Is jártatok együtt általán is iskolában. Na hát, nem is szépet, ilyen nagy útra való. Robika például, csináld nyugodtan, nem kopik el. Na, tehát jó, valami ilyenre gondolok, hát hány kamasz megy át a lelkiismeret furdalás szomorú ösvényén, ugye? Amikor is hát megtörténik a dolog, de a szüleid azt mondják, hogy rossz, és hát gerincsorvadásod lesz, meg nem tudom. A Robikának van igaza, csinálj nyugodtan, nem kopik. Háromszor, és belefér, nem fonyadsz el. Na, nézzük meg, hát a hallgatóknak van egy mondata. Ültök az állatkertben, leültök a 10 éves önmagatokhoz. Egy mondat, ami segít. De most nem pénz, meg nem devizahitel, bármi. Jó? Ott ül a kicsi Feri láblógatva, a kicsi Jani zokniban, szandálla, eszi a török mézet, oda ő meli a nagy Jani. Jó? Töröld már meg az orrot, hogy nézel ki. Igen. Megint taknyos vagy kisfiamra. Jó, egy mondat. Nem tudom, lehet, hogy csak én szoktam ezen gondolkozni. Mert ha megnézzük hallgatóink, velünk együtt gondolkodnak-e. Jó? Ez itt a Morning Show! Itt vagyunk, 3:49 múlt, pontosan 2 perccel egy jó kis tankcsapda után. Egy kis ugye, retro. Hát ha már retro a témánk, akkor így van. Egy kis retro zene. És ugye arról beszélgettünk, hogyha lehetne egy olyan élethelyzet, amikor a fiatalkori énünkkel találkozhatnánk, akkor mi lenne az egy mondat, amit mondanánk neki? Ugye nagyon sok film, nagyon sok könyv készült erről, dolgozott fel hasonlót, amikor is ugye különböző időgépeknek köszönhetően, és az író fantáziájának köszönhetően az író találkozik fiatalabb kori önmagával. Mi az az élethelyzet, ami
amit az ember átadna, nem is élethelyzet, milyen szituáció, mi lenne az, az egy mondat, hát nyilván rengeteg minden, de mégis ott egyetlen egy dologra van lehetőség. Tételezzük föl, a fiatalkori éned megérti, tudomásul veszi, és azt szerint cselekszik majd később, vagy az adott pillanatban eszébe jut az a bizonyos mondat, amit az állatkertben, miközben ott himbálta a lábát, lábacskáját 1987 környékén, vagy bármikor zoklima a szandában odaült, mellé egy nála jóval idősebb bácsi, és átadott neki egyetlen egy mondatot. És azt mondta neki, hogy szavaz inkább az SZDSZ-re. Igen. Na, nézzük, mit mondanának a hallgatóink saját maguknak. Ugye, mert ez is nagyon fontos volt, hogy ti mit mondanátok saját magatoknak, ha megtehetnétek. Én azt biztos elmondanám magamnak, írja egy hallgató, hidd el, hogy többször leszel majd szerelmes, de csak egy olyan lány lesz, akivel majd leélheted az életed. Az évek során mindenre megkapod az esélyt, csak légy türelmes. Tomika küldte nekünk. Ne egyél annyit kiskövér, mert olyan leszel, mint egy zsíros bödöny. Ezt a messzes küldte nekünk, még odaért, hogy Hali. Haj, gyermekem, nem kellett volna abbahagyni a sportot, és az összes idődet és pénzedet elkölteni a kamionból kifolyt gázolajra. Kaptuk SMS-ben. Én azt javasolnám magamnak, hogy nem igazán jó ötlet csörítéssel kérdőre vonni a halászokat, hová tűnt a csónakon, főleg, hogy nem is ők igen. voltak a ludasok, hová tűnt a csónak, hanem a vén papsanyi. Csörítéssel. Ezek ilyen helyi konfliktusok, imádom az éreket. Hol lett a csónakon? Én csak annyit kérdeznék meg a fiatalabb énemtől. Van nálad KP? Telefon karóra? Tehát valaki kirabolná saját magát. Nagyon szép. Gyöngyvér néni nem a málna szörpért jár a szekrényhez olvasás órán. Szólj Hutka néninek. De szépesen. A gimnáziumi ballagásodon az a nagyon csinos lány nem véletlenül csókol majd meg. El ne szalazd, te ökör. Doppi küldte nekünk. Hát igen. Én azt üzenném, hogy nyugi, eljön az igazi szerelem, de ez elég lesz kevesebb bunkót is kipróbálni az évek során. De szép. Erika üzeni a saját magának. Keresd Viktort, és legyen ő a legjobb barátod. Merj oda nyúlni Beátánál a Csillebérci osztálykiránduláson. Krisz üzenné ezt saját magának. Mennyi elfojtott ugye? Régi hát vágy. Nyúlj oda nyugodtan. Merj oda nyúlni Beánál. Milyen szép. A Csillebérci osztálykiránduláson. Ebbe egy generációs életélmény volt. Komolyan ebbe az egy mondatban. Ne zavarja, hogy ő az őrsvezető. Ne zavarja, hogy a portás néni. Ő az osztályfőnök. Igen. Ne zavarja, hogy ő a menzás néni. Ne zavarja, hogy ő már ő a konyhás. Jaj, Krisz, hát ugye, vannak elszalasztott pillanatok. Hány ilyen pillanat van bizonyám, amikor az ember, ugye, amikor nem mer szólni, annyira fáj, de legalább valaki hozzáért. Nincs ilyen, volt ilyen? 14 évesen? Kislány, mikor még nem tudta, hogy kell? Úgy fogta meg, hogy de végre szólt, fogja. De végre valaki fogja. Igen. Annyira fájt, hogy nagyon fáj, de nem mertél szólni, annak örült, hogy legalább valaki megfogta. Ugye? Füstöd. Már mindenkinek meg volt állítólag. Jaj, de fáj, nem itt kérdés, nem szólok, bírok. Rajta valahogy kifolyik a könnyem, annyira rosszul csinálja, de legalább mit szeretnek ebben annyira? Igen, legalább valaki megfogta. Köszönöm, már elég jó volt. És a haverokra gondolsz, hogy lesz mit mesélni holnap, de közben annyira fáj, tudod, mert hát ugye, a lányzó azért még hiányzott belőle a rutin, az évek és a szakma szeretete. És az alázat. És az alázat. Ja, Isten, hol tartunk? Ja? Azt mondja, hogy hidd el végre, hogy nem tudsz saját kezileg olyan ernyőt csinálni, amivel biztonságosan leugorhatsz a fáról. Hát ez is komolyan, igen. Igen. Az ott az útszélén nem csak egy bábú, nem lesz vicces, ha neki megyünk. Tomi küldte. Kisfiam 10 év múlva fog szeretkezni egy lánnyal az autóban, kérd el tőle a számát. Milyen fontos mondat ez, ugye? Mm. Utána hosszú évekig ütöd a fejed, hogy miért nem kérnél. Hát kinél pedig azt, hogy védekez. Igen, ott, azon a napon nem mondj igen. Fuss, Tibike, fuss! Tibike, ne mondj igen, fuss, Tibike, kicsi Tibike, fuss! Olyan rohan, nézd, hogy szeri a lábát. Ugye? Hát vannak elrontott házasságok is. Bizonyán mennyi mindent mondhatna az ember saját magának. Csak egy hétvégén mondj nemet a vodka narancs meghívásának, és inkább így áll sört, mert akkor lesz egy nem normális vőlegényed, puszi. Uh-huh. Pityukám, elígyé a géptül el! Pityuka és a gép között, vajon mi történt, hogy az idős Pityu ezt mondaná a fiatal Pityunak? Pityukám, eridj a géptül el! Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk. Ne válj el, tarts ki a mellett, aki szeret, és tarts nyitva a szíved egész életedben. Hívd el, megéri szívből élni. Nagyon szép. Ne reggelizz a nózidból, mert... Ne reggelizz a nózidból, mert Erika kiszúrja a töri órán, és nem jön össze veled. Ugye? Ha a 10 éves énednek elmondhatnád, hogy ne reggelizzen a nóziából. Ugye? Pistike, csak egyszer feküdj le veled... Micsoda? Csak egyszer feküdj le vele, aztán kerüld el a tünde nevű csajokat. Főleg feleségül ne vedd el őket. Új, itt is van baj. Új, de szép. Igen.
Azt mondanám, fiam, a pincepresszóban inkább a nagy melű szőkét válasz. Igaz, kicsit csúnyább lesz, de hosszú távon jobban jársz. Nagyon szeretem, annyi ilyen SMS van. Ne menj majd hozzá ahhoz az XY töket lehet. Erre szólítanál fel önnöm magamat többször, és nyomatékosan. Puszi nektek, szép napot. Ugye mennyi mindent meg lehetne ezzel előzni? Igen. Megkutyuld össze a nagymama gyógyszereit. Igen. Szállj rá a csúnya lányokra az oviban, mert néhány év múlva durva 180 fokos fordulatot vesznek majd. És kiszépül az összes. Mekkora igazság. Mekkora igazság. Ugye? Miből lesz a cserebogár? Miből lesz a cserebogár? De tényleg, a rondák megszépülnek, a szépek találkozol velük, nem valamilyen találkozón, és nem hiszed el. Így van. Gyerekkorodban hogy? Voltál az. A ronda meg besétál, és azt se érted. Teljesen máshogy mozognak egyébként, tényleg, igen. Nézd rám, tanulj tovább, mert ez lesz belőled. Kamionos Gábor küld nekünk. Köp ki azt a cumit, mert csámpás lesz a fogad. Igen. Tedd meg nyugodtan, nem tudja meg a férje. Várjál, ez hogy van? Na de várjál. Tehát akkor ezt pasi üzeni a saját pasi, magának, pasiként, hogy tegye meg a csaja, mert a férje nem tudja meg. Igen. Ugye? Tehát tedd meg nyugodtan, nem tudja meg a férje. Valószínű azért nem mert összejönni a csaja, mert férjezett volt, és félt, hogy kiderül, és ezért inkább nem tette meg. Na de ha nem tette meg, akkor nem, derült ki, ugye? Hogy? Mert nem tette meg. De hogy most honnan tudja, hogyha megteszi, akkor nem fog kiderülni. Ezt nem tudom. Azt mondja. Ja, Istenem, Istenem. De rossz vagy. Most vannak még üzenetek, hogy... Ez egy üzenet volt? Igen. Ja, Istenem, de rossz vagy. Ja, Istenem. Egy kicsit, a kezedbe. Gáborkám, vegyél Apple részvényt. Jó, azért Apple nem. Jaj, igen, lép be te is az internet. Igen. Igen, valaki ezért 4-32-36-41-75. Igen, nevedd meg a TV2-t. Igen. Igen, nevedd el K.I. 90 dollárban szállják ki a GoPro-ból. Majd megnő kis bütyök, írja valaki még, igen. Há, nagyon helyes SMS-ek vannak, köszönjük szépen. Igen. Jól van. Vannak. Van, aki erősen politizálhat, azokat már nem akarjuk. Igen, nyugi, csak felfüggeszthet lesz. Tomi üzeni ezt még magának, igen. Uh-huh. Oké, köszönjük szépen. Veresd meg magad a damuval, révbe érsz. Ó, Istenem, nem akarok, ezeket már nem akarok. Ilyen is elszasuló üzeneteket, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.